Bámultam a lobogó gyertyák díszítette sötétséget hosszan, elképedve, a 6-7 emeletnyi ritmikus gyertyasorokat szemközt, két oldalt, mindenfelé, a fekete ég vékonyka sárját legfelül, és homályos, fenyegető zavar terjengett a torkomig. Honnan van mindenkinek gyertyája? Honnan lett nekünk is egyszerre ennyi gyertyánk, hogy több is éghet valamennyi ablakunkban? Valóban fedhetetlenül merésztett-e az egyöntetű néma tüntetés? Hiszen a rádió hirdette meg messzehangzón a halottak napját, amelyről addig soha senki nem beszélt nekem. Keresztény ünnepez, mint most értesítettek róla, de miért égnek akkor a mi ablakunkban is? Hiszen, úgy tudtam eddig, mi sem vallásosak, sem keresztények nem vagyunk, és a szemközti ablakok mögött, úgy gondoltam eddig, hozzánk hasonló, vallástalan népek élnek. Talán nekünk mégsem illett volna, gondoltam szégyenkezve, és megrendített annak esélye, hogy mi akár gyávák is lehetünk. Hol volt ez a rengeteg gyertya életem első 10 évében? Holott, utólag kiderült, halottak napja minden évben volt. Hol voltak eddig ezek a gyertyák? Álltam az ablakban, és lassan jeges szörnyűködés kerített hatalmába. És ahogy ott álltam, a gyertyák sokaságát szemlélve, felderengett bennem, hogy a szörnyűködésemhez hasonlót éreztem már korábban, csak nem akartam tudomást venni róla eddig. Minden ablakban piros csizmák álltak minden Mikuláskor, piros egyencsizmák az én ablakomban is, és bár mindenkor haszonélvezője voltam én is, sőt, apám neve napja lévén meg is szelidíthettem volna magamnak, egy kis ünneptől mégis tartottam valahogy, és a legszívesebben kimaradtam volna belőle. Álltam az ablakban, 3 lobogó gyertya égett vállam magasságában, és megéreztem, hogy létezik valami, legyen a neve ünnep, amely folyamatos, elháríthatatlan, amit hiába próbáltak letagadni előlem életem első 10 évében. Titkolóztak előttem, amióta megszülettem. Békés utcákon sétáltattak, ott most géppisztolysorozatok pukkannak, egészen úgy, mint amikor kukoricát pattogtatnak. Mindkét ablaktáblánk zárva volt, ha zárva volt korábban, most csak a külső, hogy légnyomás esetén megmaradjon a belső. Pizsamában aludtunk, most tréningruhában a földön, mellettünk is batyú, hogy bombázáskor, belövéskor a pincébe rohanhassunk. Kísérnem kellett őket vásárolni, és az üzletek a célszerű kereskedelmi tevékenység bölcsen, az ősidőkben feltalált intézményrendszerébe látszottak tartozni. Most szentséggé nőtt a Spájzban a 2 megtermett zsírosbödön, melyek tartalmát anyám és nagyanyám féltékenyen gyarapította. A több kiló só és liszt akár tavaszig is kitart, mondták most, holott korábban szó sem esett arról, hogy ilyen rövid távra tervezendő csak az élet. Elnéztem, amint szakavatottan, célszerű mozdulatokkal készítik a gázrezsó sütőjében a szokásosnál lágyabb, világosabb hajú, de valódi kenyeret. Korábban a kenyeret is vásároltuk, s úgy hittem a pékek dolga, hogy a munkamegosztásban elfoglalt helyüknek megfelelően ellássanak bennünket szakmájuk termékével. Továbbá különös jelentőségre tetszett az első emeleten egy kiváló rádió, s az én személyem is különös státuszba emelkedett, minthogy a felnőttek egyenjogú társaként hallgathattam a tititát újabban. El kellett képednem, mi magától értetődő természetességgel éli a számomra rendkívüli életet anyám és nagyanyám, akik mintha észre se vennék, hogy a háború óta eltelt már 11 másfajta év, és abból 10 az enyém is. Tudják, mikor nem szabad az ablakba állni, mikor érzik úgy azok odalent, hogy be kell lőniük. Tudják, mikor kell a ledőnyt feltétlenül leereszteni. Időszerűnek tartják, hogy felvilágosítsanak, ha fegyveresek jönnek, menekülésem záloga, ha felmutatom nekik levágatlan pisilőmet. A pisztolyformájú használhatatlan díszöngyújtót, nagybátyám ajándékát, tiltakozásom ellenére még akkor kedden lehúzzák a vécén, mert ezek ilyenkor nem totojáznak. Világháborúból itt maradt kacatok közül a Spájz legfelső,
csak létráról elérhető polcáról, váratlanul és kitűnő állapotban az ebédlőasztalra penderül a petróleumlámpa, és miközben kanócát föllecsavargatva változó fényét bámulom, úgy veszem észre, a lámpa gúnyosan rátartian néz vissza rám. Anyám a kályhából kiszedett hamuból lúgot főz a mosáshoz, nagyanyám libát kopaszt, libahájból zsírt főz, én a nagyanyámtól kapott vasdarabot babrálom, a Sztálin szobor füléből való, és miközben ők honleányi kokárdát tűzve, nemzeti színkar szalagosan, olykor kapuairól kapuaira lopakodva, a sorozatok szünetében az úttesten átrohanva sorba állnak, vagy éppen mentőaltóra kéreckednek föl, és így nyugnak el tüdőgyulladással fekvő apámhoz a kórházba, és onnan vissza. Én lelkesültségemben hatalmas Kossuth címereket festek, az osztálytermet díszítik majd, ha ismét lesz tanítás. Megtépem az orosz könyv lapjait kissé, mert anyám nem engedi, hogy a tűzbe dobjam, ott egyéb papírok égnek épp. Anyám és nagyanyám tevékenykedik, sürgésükben hisztériának nyoma sincs. Ők ezt az életet tudják igazán. Állok az ablakban, időben beszerzett gyertyáink lágját bámulom, anyám és nagyanyám célszerű és hatékony tevékenysége iránt növekvő tiszteletet érzek, és közben növekszik bennem az iszonyat. Ez az egész ünnep, ez a nagyszabású Mikulás, ez véres, gyanús, tisztátalan és sötét valami. Ezt nem tudtam előre, amikor Péterrel tanítás után órákig politizáltam a sarkon, és tájékozottságunk nem maradt el azoké mögött ott, a Petőfi körben. Minden úgy folyt le később, ahogyan ezt mi már szeptemberben előre láttuk. Csak erről a halottak napjáról nem lehetett tudomásunk. Ez a gyertyák koszorúzta sötétség, ez itt maga az ősemberi éjszaka, minden ablak barlang, nem sejtheti a vándor az őrtüzek mögött, mely pogány hitek emberevői lesnek korgó gyomorral, s hányféle veszélyes ritust jelölnek az egyforma lángok ebben az éjszakában. Ésszel beláthatatlan sötét, mely anyámat is, nagyanyámat is célszerű tevékenységre, a túlélés gyakorlására bírja, de valamennyiünknél úgy érzem az ablakban állva erősebb. És tudom, hogy a másik ablakom alatt, ahonnan egy szobámba szoktak áradni az emberméretű patkányok, első színházlátogatásom a diótörő óta jönnek időnként, főleg elolvásom előtt, ismét befelé szivárog valami sötéten gomolyogva, s találkozik a belőlem gomolygó hasonló veszedelemmel, hiszen égnek a gyertyák az én ablakomban is. Nappal alusznak a szörnyek. Nappal volt nem sokkal az igazi Mikulás után, amikor lábadozó apámmal először tette nagyobb sétát odakint. A Margit hittól elsétáltunk a szétlőtt korvinkozik. A villamos vezetékek még le voltak szaggatva, sok helyütt még fel volt szedve a kockakő, kilőtt tankok és részben kiégek házak mellett bandukoltunk, kerülgettük a romokat. A délelőtti fény forrástalanul, de biztatóan szórodott szét a szokatlan arcot mutató tájon. Bizonyára buzgón politizáltam akkor is, többnyire bölcsen hallgató apámnak. Arra határozottan emlékszem, hogy nagyon irigyeltem nálam többet megélt, életveszélyes helyzetekből megmenekült osztálytársaimat, és abban is biztos vagyok, hogy a romok látványa örömmel hevítette keblemet. Nagy és történelmi időt értem meg, és bár érdemem a romok létrehozásában nem volt, de tagadhatatlanul ebben a korban léteztem, s mindabból, ami valóban nagyszabású, valami azért majd csak háromlik rám is. Aztán igazi tizenéves éved lettem vissza, és mintha nem lett volna az egész. Sok évvel később vettem észre, furcsa kettős látásban szenvedek, nincs olyan város, amelyben ne látnám meg a majdani romokat, nincs az az épülő félben levő ház, amelyet ne látnék ugyanakkor kiégve, fűvel és fával benőve, nincs az az emberi település, amelynek a helyén ne látnám az őserdőt. Nincs az a vasbeton, amelyet tudom át ne járna a halottak napja sötétje. Számomra úgy látszik, ügyesen, olykor fortélyosan leplezett változás minden tartósnak remélt vagy hazudott állapot, az úgymond normálisan, sőt fényűzően üzemelő városok odvaiban babonák leselkednek bebábozottan,
és várják, hogy eljöjjön az ő idejük. És mert az ő idejük mindünk ideje, s így kevésbé halandók nálunk, egyeseknél várakozásuk jogosult. Köszönjük szépen. Ez egyből kapcsolható a tavaszi tárlathoz is. Igen. És maradjunk akkor egy picit itt a tavaszi tárlatnál. Itt a fülszövegben van két dolog is, amire felfigyeltem, mert az egyik talán kevésbé érdekes, de van egy másik fontos megjegyzés, ami az irodalommal kapcsolatban fontos. Az egyik, azt tudom szemüveg nélkül is a másikat idézni szeretném, hogy egy újságcikk ennek áll ennek a hátterében. Egy korabeli újságcikk, ami valami konkrét helyzetet mutat be, amit ebben a könyvben is olvasható? Idézem szó szerint azt az újságcikket, a szerző nevét azért nem idéztem, mert még él. 72-ben, amikor elkezdtem a Népszabadságból külsősként színikritikákat írni, akkor még be is mutattak a Pasasnak, aki ezt a cikket írta. Az egy ocsmány cikk, hát egy randa feljelentés, és hát a cikkben ugye mindenféle összeesküvéssel vádolnak meg olyan embereket, egy kivételével, akiket tényleg el is ítéltek 1955-ben, 56-ban kiszabadultak, októberben. Sulyánszky, akinek most volt vele valóban egy interjú, egy nagyon idős, kedves ember, az tényleg összeesküvött, meg mindenféle csinál. Ő az emigráns magyar szabadságharcosok szövetségének a vezetője egyébként a mai napig. Ők állították a Nagy Imre szobrot, illetve a Nagy Imre síremléket Párizsba. Vele is beszéltem, amikor írtam a legjobb. Nos, az ő csoportjáról, a Mezartin csoportról szól ez a cikk, és az a helyzet, hogy azért maradt meg az emlékezetemben, mert volt ott egy név, apám neve. Följelentették apámat, és majdnem meghalt emiatt. Szóval ez a történet, ez igaz. Tehát akkor ez az a cikk, ami... Ez az a cikk, csak a apám neve a Spíró helyett egy másik név van. Amiben itt a Fárrai Gyula neve is szerepel. Igen, úgyhogy... Ez egy létező cikk, nagyon nehéz volt előkerítenem, de előkerült, és akkor pontosan emlékeztem, hogy hol volt a mi nevünk, úgyhogy középen, a középső hasába. Úgyhogy ezért maradt meg bennem egy cikk. És az szerepel még itt a fülszövegben a regénnyel kapcsolatban, hogy két hónapi kutatás után már-már lemondtam a regénytervről, epikai hitel nélkül nem érdemes prózát írni. Igen, mit jelent az epikai hitel? Hát, hogy az alapja legyen igaz. Hát minden, kivéve az utópikus regényeim. Mert ahol, hát viccelek, ugye, itt is van egy közülük, de ezek a történelmének nevezett regények, ezek hát nagyon nagy részt valaha valóban élt emberekről szólnak. És hát azok a történések, azok megestek. Van egy kivétel, ugye a fogságban az úri és családja, az kitaláció. De a többi szereplő nem kitaláció, azok léteztek, és azoknak utána néztem. De hát az X-ek minden szereplője élt, a főszereplő is természetesen, a mesiások minden szereplője élt, és azt csinálták, amit csináltak. Tehát én szeretek dokumentumokból kiindulni, és amennyire lehet, szerettem magam a valósághoz tartani. Úgy gondolom, hogy ennek van értelme, mert a valóság jobb író, mint én vagyok. Nem, hogyha teljesen fikció, tehát mondjuk a kiindulási pont is, akkor... Nem teljesen, nem lehet, a történelmeregények nem fiktívek. Hát nem nagyon tudok én fiktív műről beszámolni az irodalom történetben. Mert a fiktív művek, amikor elszabadul egy író fantáziája, hát akkor is nagyon nagy mértékben arra épít, amit ő tapasztalt, megélt, hallott, mesélték, tud róla. Ez az emberi tudás, hát ezért írunk, hogy egy műben ott legyen az emberi tudás, nem? Hát annak ott kell lennie, hogy nem ér semmi. És egyébként is általában jellemző, hogyha a regényeket nézzük, mert hát ugye
versekről vagy drámákról is beszélhetnénk. De általában is jellemző, hogyha a regényeket nézzük, hogy a történetelvűség azért ezekben a regényekben alap. Tehát még akkor is, amikor ugye az X-ek, az első kiadás 81, több mint 30 éve, de a többi regénynél is ez a történetelvűség, amikor mondjuk a magyar irodalomban divat lett egy teljesen más tendencia, akkor is ezek a regények maradtak ennél. De jó, hát én nem maradtam mindig ennél, mert van két ilyen formabontó regényem. Az egyik a Jégmadár című mű, amit valamikor 2000-ben írtam, ami hát egy ilyen teljes őrület. A másik a Feleségverseny, ami a jövőben játszódik. De azért, hogyha megnézi az ember a Feleségverseny motivumait, én azzal vicceltem a Feleségverseny című utopikus szatirában, hogy a eddigi magyar történelem elemeit a jövőbe vetítve kevertem egymással. Semmi olyan nincs a Feleségversenyben, ami az eddigi magyar történelemben a 20. században ne fordult volna elő. Ezzel én viccelek természetesen, de azért valami, hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy van epikai hitele neki. A Jégmadár című regényem, hát az Amerikától Oroszországon keresztül mindenütt játszódik egyébként. Nem kell elolvasni, mert nehéz, de azért ottan például Amerikából, Iowa City van hihetetlen pontosan leírva, ahol én 3 hónapot töltöttem, és hát lokálisan teljesen stimmel minden, és az volt Szovjetunióból is ottan Oroszországban, olyan dolgok vannak leírva, amit más nem írt le, mert nem járt ott. Tehát nekem akkor indul be a fantáziám, hogyha van alapja a dolognak, és nem tetszőleges a vízi. Most ez a pár évvel ezelőtti feleségregény, ez azért ugye itt a kommunista királyság, cigányháború, az ország területi további megcsonkítása, ez abszolút alkalmas arra, hogy még több támadást Nem kaptam érte. Egyetlen támadást. Ezért nem kaptam olyan, semmit. Véletlenül ezért nem kaptam semmit. Legfeljebb nem tetszett a kritikusoknak, mondjuk a liberális, a szoclib kritikusoknak baromira nem tetszett. Utálták. Rettentő módon utálták. De nem kaptam olyan támadást érte, mint néha szoktam. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy jól viselkedtek a kritikusok. Vagy nem olvasták, hát az is nem volt, hogy nem olvasták. De máshonnan sem, tehát politikai előbb? Nem, semmi nem volt. Nem. Ez érdekes, mert ugye előbb bányáztak egy mondjuk majdnem 30 évvel ezelőtti verset. Hát szokták, szokták. Jó, egy vers, az 14 sor, az könnyű idézni. Hát egy regény, azt végig kéne olvasni, az munkabefektetés, és nem mindenki hajlandó. De a verset sem úgy szokták idézni, ahogy az... Nem úgy szokták, persze, meg csak az első két sort, és azt is hamisítva. Hát igen, hát van ilyen, de mondjuk nem, ez munka lenne. Tehát ez komoly munka, ezt elolvasni, és valamit gondolni róla. És erre már nem mindenki vállalkozik. És hogyha vissza... Nyilvánjunk oda, hogy megjelenik az X-ek. Tehát, hogyha a Spiró György nevét hallom, akkor két mű ugrik be, és az, mind a kettő 30 évvel ezelőtti, az X-ek, meg a Csirkefej. Azóta kár volt írnom. És... Ezeket csak úgy Váncsa István meghívott sörözni a Moszkva téren a trombitás vendéglőbe. És hát nagyon kedveltem a Váncsa, elmentem sörözni, és akkor azt mondja, hogy olvasta az X-eket, és nagyszerű. És teljesen őszintén a következő, te most már akár meg is hallhatsz. Úgy eltűnődtem, hogy hát ekkora dicséret, hát ez valami hasonló. És szóval... Hogy ez beúrik a többi előtt, a Csirkefej és az X-ek, meg akkor is ugye jelentek meg versek is. Ez nem volt eldöntött dolog, hogy most akkor dráma, vagy regény, vagy elbeszélés, vagy líra, vagy melyik műfaj? De el volt döntve, hogy csak a dráma. Természetesen. Én úgy kezdtem, hogy nem szoktak író kezdeni, hogy drámaíró leszek, és semmi egyéb. Csak úgy gondoltam, hogy azért egy, hát mégis író a drámaíró is valahol,
és hogy meg kell tanulni írni. Tehát meg kell tanulni a formákat. És emiatt, mint az állat, megtanultam az összes versformát, és írtam a verseket Rogyásig, és rengeteg novellát, meg regényt írtam magamnak, meg eszét, hogy hát megtanuljak írni. De én nem gondoltam, hogy valaha is ezeket kiadom, meg hát próza, hát nem, hát ez hülyeség. De drámát akartam írni. És hát aztán úgy alakult, hogy írtam. Verset könnyű írni, mert hát vagy jön, vagy nem jön, és az nem olyan nagy munka. Mármint, hogy fizikailag. És prózát nem írtam aztán. Hát meg írtam mindenféle hülye novellákat, meg regényeket, de magam. És írtam a darabjaimat, és baromi sokáig hiába írtam a darabjaimat, mert marha rosszak voltam. Az első ilyen befejezett drámám a világ legrosszabb drámája egyébként. A Kennedy gyilkosságról szól. 63-ba kezdtem. Ezért tanultam meg szerbül, mert horvátul megjelent a Warren bizottságnak a jelentése a Kennedy gyilkosságról, ez a 800 oldalas őrület. És hát horvátul fértem hozzá, és akkor megtanultam 6 hét alatt horvátul, mert úgy gondoltam, hogy akkor jobb lesz a darab. Nem lett jobb a darab. Orlán. Ez a Lee Harvey Oswald nevű merénylő, ez volt a pozitív főhőse a darabnak. Hát el lehet képzelni. Borzalmas. Na, elég az hozzá, hogy írtam a darabjaimat, és rengeteg abszurdot írtam. Én végigírtam egyrészt az egész dráma történetet, az összes korszakot, másrészt rengeteg abszurd drámát írtam, úgyhogy később már nem kellett. Meg kamaszkoromban túlestem rajta. És baromi sokára lett meg az első tűrhető darabom. És hát addigra írtam én mindenféle, de én nem akartam semmi egyebet, csak drámákat írni. Igen, csak a drámákat nem adták elő, már akkor sem, amikor jobb drámákat írtam, csak akkor, hogyha valaki beérkezett ifjú prózaíró. Volt ilyen összefüggés? Igen, abszolút volt ilyen. Nem vettek komolyan minket, csak hogyha már megjelent egy próza kötetünk, és lehetőleg regény. Úgyhogy így született a Kerengő című regényem, hogy vegyenek már komolyan, mint drámaírót. És tulajdonképpen élveztem írni. Akkor úgy kiderült, hogy én ezt úgy azért bírom. Csak nem volt jó a Kerengő, mint mű. És ez nagyon elkedvelítő. Illetve pontosabban daccal töltött el. És amikor fölmerült az X-ek ötlete, hogy ebből regényt kéne írni, akkor úgy gondoltam, hogy na jó, írok egy jó regényt, és akkor azzal a próza le van tudva. Hát jó lett az X-ek tényleg, csak akkor rájöttem, hogy lehet, hogy én tévedek. És nem drámai tehetségem van, hanem epikus. Na most addigra én már rengeteg időt és energiát eltékozoltam arra, hogy drámaíró legyek. Nekem abba kellett volna hagynom, mert tényleg nekem epikus agyam van, mint kiderült. Ez váratlanul ért, ez nagyon kínos felfedezés volt, mert ez nagyon sok munkával jár. Borzasztó egy regényt megírni. Hát évekig ott kotlik rajta az ember, tízszer átírja az egészet, rettenek. És ha dráma az úgy fél év, három év alatt, ha az ember igyekszik, akkor megvan. Kivéve, amit 17 évig ír. De nem hagytam abba a drámaírást, pedig tulajdonképpen abba kellett volna hagyni, mert én epikusnak vagyok tehetséges. De hát megtanultam én, amennyire egy tehetségtelen drámaíró meg tud tanulni drámát írni, annyira megtanultam. Tehát a szakmát tudom, de nem annak születtem. Ez a helyzet. Na most a versek az mindegy, mert én úgyse lírát írtam. Tehát ezek mind szerepversek voltak, amit én írtam, mert valószínűleg azért annyira drámaian gondolkozom, hogy szerepekbe képzelem magam, és ezekben a novellákban sokkal több líráiság van, mint az összes versemmel együttvéve. Tehát aztán, amikor a 80-as években abbahagytam a lírát, akkor egy pillanatig nem hiányzott, hogy verseket írjak, mert az ember ilyen készségeket megszerez, meg nagyon jó műfordításhoz, ugye? Szóval az embernek a kezében van az összes versforma, az nagyon jó, azt meg lehet tanulni. Az embernek egy kis füle van, és szorgalmas megtanulja. De egyáltalán nem vagyok lirikus. Hát epikus vagyok, kiderült, de mondom, nem hagytam abba a drámaírást sem. Hol jobban sikerül, hol rosszabb.
szláv nyelveknek az elsajátítása, az ezzel a Varen Bizottság jelentés. Igen, igen, különben nem tanulom meg életem első idegen nyelvét, és akkor nem tanulom meg a többit se. És akkor utána jött, tehát ez automatikus volt? Automatikus orosz... volt. Hát igen, mert orosz szakra kerültem, noha nem oroszt akartam tanulni, a filozófiát, de hát ott nem volt protekcióm. Úgyhogy orosz szakos lettem, és nem tudtam oroszul, de akkor hát tudtam szerb-horvátul. És akkor fél év alatt a nagy rettegésből, hogy elvágnak, akkor gyorsan megtanultam oroszul. És hát akkor a többit már érdemes volt megtanulni, mert azért ezek a szláv nyelvek, ugye aki pszichológus, az tudja, hogy van olyan, hogy homogén gátlás. Tehát aki tud spanyolul, az nehezebben, az keveri a portugállal meg az olaszszal. Hogy ez a rokon nyelvekben van egy ilyen nehézség. De azért mégis könnyebb megtanulni végső soron, és hogyha az ember már elég jó színvonalon tudja az illető nyelvet, akkor már nem keveri. Tehát akkor jött az összes többi szárnyelv is, és aztán nyugati nyelveket is kell tudni. Ugye? Én nagyon tehetségtelen vagyok a nyelvekben. Az a helyzet, hogy én magolok, úgy tanulok, mint a leghülyébbek. Nekem rossz a memóriám, vagy a közepesnél gyengébb a memóriám. Apám tehetséges volt, ő hallás után megtanult szerbül, amikor kint dolgozott Belgrádba, holott nem kellett neki, mert tudott angolul, németül, franciául, tehát ahhoz, hogy tárgyaljon, nem kellett neki. Belement a fülébe, nekem semmi nem megy vele a fülembe, én seggelek. Zitzfleischem van, ahogy a német mondja, nekem magolnom kell. Úgy magolok, ahogy tehetségtelen emberek szoktak nyelvet tanulni, így is meg lehet tanulni nyelveket, felhívom a figyelmüket, iridlem azokat, akiknek van nyelvtehetségük, hát mondjuk egy Nádasdi Ádám, hát csodálatos, hát én úgy soha nem tudok semmilyen nyelvet, ahogy ő akármelyik nyelven tud, de ami nekem kell, azt tudom. Akkor nem úgy indult, hogy volt egy ilyen kelet-európai még érdeklődés, vagy az kötődés, inkább fordított? Lett aztán fokozatosan, lett, de az irodalmat én sokáig nem vettem komolyan már, mint hogy azt komolyan vettem, hogy Magyarország egy kicsit szűk az embernek. Hát szűk, szűköske. De hogy én, és úgy, hát nem lehetett máshova menni, csak a kelet-európai országokba, a szocialista országokba. Hát oda is csak két évente, hát nyugatra semmi esély nem volt. De aztán előbb-utóbb rájöttem, hogy itten fantasztikus szerzők vannak, meg lehetséges, hogy a többi nyelven is van néhány olyan szerző, akit nem ismerünk magyarul. És hogy esetleg ezeket érdemes megismerni. Nem is az volt az elsődleges célom érdekes módon. Emlékszem pontosan, hogy nagy művészeket találni, pedig aztán találtam. Hanem, hogy biztos, hogy egy csomó olyan zsákutcába belementek itt a környező irodalmakba, amelyekbe a magyar irodalomban nem mentek bele, de én belemennék, hogyha nem tudnám, hogy ők azt már végigjárták. Tehát tulajdonképpen az időt akartam lerövidíteni, hogy a zsákutcákat ne járjam végig, hanem lássam, hogy mik a veszélyek, és akkor másik úton induljak el. Ez volt az elsődleges célom. Ez is nagyjából bejött, mert sok olyan hülyeséget csináltak, amit nem érdemes csinálni. Ők is persze, hát minden irodalomban sok hülyeséget csinálnak. Nagyon tehetséges emberek amúgy. Tehát ez nem attól függ, hogy valaki tehetséges, nem, hanem hát van egy ilyen irány, nem lehet tudni, hogy az a végén folytatható-e, vagy nem. Milyen zsákutcák van? Rengeteg zsákutca van a művészetben. Hihetetlen sok zsákutca. Mondok egy példát. Nem tudom, hogy ismerik-e Gombrowicz műveit. De neves szerzőnek számít. Én is fordítottam egy darabját, szerintem a legjobb darabját véletlenül én fordítottam, mert megbíztak vele. Na, az egy zsákutca az én szempontomból. Tehát nagyon nagyra tartják a lengyelek, meg a világban is úgy divat volt, meg mindenféle. Nem jó irány. Tehát örülök, hogy azt nekem nem kellett, mert lett volna rá affinitásom egyébként. Ez egy picit a posztmodernhez hasonlító, ilyen nagyon lirizáló, ilyen elfogultan viccelő, ironizáló próza, még a posztmodern előtt. Tehát örülök, hogy időben találkoztam vele, láttam, hogy hát tehetséges, de nem jó az irány, tehát nekem azt nem kell csinálni. Vitkievics, hogy egy másik nagy nevet mondjak, Nádas Péter imádja, én meg utálom. Ez nagyon érdekes,
Egyszer a 70-es évek elején, amikor az első Vitkevics darabot bemutatták Magyarországon, akkor a Nádas a Vigiliában írt róla egy kritikát, én meg a Színház című labba. Ő oda volt a Gyönyörtől, én meg baromira lehúztam. És akkor kiderült, hogy a két szélső ponton állunk. Ez nagyon érdekes volt, addig ezt nem tudtam. De érdekes. Én aztán nem mentem bele azokba a zsákutcákba, amelyekbe a Vitkevics, meg a nyomában nagyon sokan belementek. De ez jugoszláv példákat is mondhatnék. Tehát jó, lehet, hogy másnak nagyon jó a dolog. Tehát lehet, hogy a Náda segítette a saját művészetébe, de az én alkatomra nem jó a dolog. De el lehetett volna menni olyan irányba. Tehát ez nekem megkönnyítette, lerövidítette az utamat azokhoz a formákhoz, amelyeket nekem érdemes volt művelni. És kiket kellene mondjuk jobban ismernünk, akik akár a szervek, a horvátok, lengyelek, akik, akiket nem annyira is, mondjuk a 20. század, hogy kicsit szűkítsük. Hát van, akit nem lehet, mert hát mondjuk a két legnagyobb költőjüket fordítgatták úgy néha magyarra, de nem lehet őket igazán lefordítani sajnos. A Tin Ujevicsről beszélek, meg a Momcsilon Nastasijevicstől próbáltam fordítani, nekem se sikerült, mert annyira nyelvben van, de ők ilyen lingvisztikusok, és nagyon jók, nagyszerűek. Hát ahogy Adit nem nagyon lehet fordítani más nyelvre, ugye, hát annyira nyelvben van, meg annyira... A Klezsának sikerült. Miroslav Klezsa fordított Adi verseket, gyönyörűek, az az egyetlen kivétel. Valahogy neki ez ment, de másoknak nem. Aztán mondhatnék egy csomó, hát például a legnagyobb jugoszláv, a legnagyobb szerb drámaíró, 19. századi egyébként. És Pesten járt középiskolába, tehát tudott magyarul, és megírta a Bánk-bánk csak sokkal jobban, szerbül. Szenzációs mű, csodálatos mű. Az a címe, hogy Jeliszaveta knyeginja Crnogorska, vagyis Jeliszaveta montenegrói hercegnő. Hát ez elősen nagy dráma. Én sok színháznak javasoltam, hogy csináljuk meg. Kaposvárot annak ilyen nyersfordítást készítettem, mint dramaturg, és ezért, hogy én lefordítom. Nem került rá sor, nem kell senkinek. Óriási például. Hát őt jó lenne ismerni. Szenzációs. Annyira kelet-európai az egész történet, és olyan egyszerűen meg van csinálva, ami szegény katonának még olyan egyszerűen nem ment, mert elrejtőznek, meg álompor, meg nem tudom mik vannak ott, meg bonyolultságok vannak benne. Attól még zseniális a katona, csak a Jakcsics már látta, és levonta a következtetéseket, tehát, mert egymásra épülnek a művek, ugye, és nem árt, hogyha ismerjük a többieket is. Úgyhogy szenzációs mű például. De hát van még egy csomó. Van még egy csomó. Hát nincs rá kereslet. Ugye, és én lefordítottam egy csomó mindent magamtól, kettelésből, és van egy csomó, ami kéziratban maradt, mert nem adták ki. Van egy mai költő, több kötetét lefordítottam, és annak idején a Vas István szerkesztette ezt a Bika sorozatot az Európánál. És mondta, hogy nem, már még túl fiatal. És aztán elmúlt az egész, és nem kell a kutyának sem. Nagyon jó költő. Mindegy, szóval sokan vannak. Hát ők nem lesznek lefordítva. Vagy nem lesznek kiadva magyar. De úgy sincs nagy érdeklődés, tehát ami ki van adva magyarra, az irány sincs nagyon nagy érdeklődés, meg kell mondanom. Mintha nem is lenne. De kölcsönös az érdektelenség, azért ezt meg kell mondanom, főleg a rendszerváltás óta mindenki nyugatra figyel, és a szomszéd népek el vannak ejtve. Visszatérve az X-ekhez, nekem ez azért is érdekes volt, voltam akkor 20 éves mondjuk, amikor olvastam, és nyilván nagyon nem láttam át, amiben vagyok, de valahogy furcsa volt, mert azt gondoltam, hogy ezt esetleg be is tilthatták volna, tehát hogy annyira analóg volt az egész, amit Boguslavski csinál, meg a cenzúra, a művészet, idegen hadsereg által megszállt, de mégis... Igen, hát ennek van egy speciális története, hogy hát nekem nagy szerencsém volt, de nyugodtan be lehetett volna tiltani.
beadtam a 79 júliusában adtam be a kéziratot, három példányba kellett beadni. Akkor még gépelt példányokat adtunk be is. És hát úgy vártam, hogy mi lesz, nagyon jó lektori jelentéseket írtak róla, és aztán kérdezik, mi van? És akkor azt mondták, hát eltűnt ugye az első példány a kiadóból. Hát mondtam, legépeltettem újra, hogyha ezen múlik, és lesz megint egy első. Nem kell legépeltetni. Na, és akkor elindult a könyv, a kézirat. De hogy a könyv, a kézirat elindult a maga útján, mert hát ugye az átkosban kétféle cenzúra volt, előzetes és utólagos. És elindult az előzetes cenzúra útján a kézirat, fölkerült a kiadói főigazgatósághoz, ott nem mertek dönteni, mint utólag kiderült. Akkor fölküldték valami potentáthoz külön a minisztériumba, azt sem mert dönteni, akkor fölküldték a pártközpontba, oda került az acéltitkárságra, és ők sem mertek dönteni. És hát teltek, múltak a hónapok, és, de én erről nem tudtam akkor semmit, csak nem volt meg a kézirat az első példán. És akkor olyan jó háromnegyed év múlva fölhívott a főszerkesztő, az Zé Szalai nevezetű úr, aki benne van az én besukó könyvekben, szóval nem én találom ki, de hát mindegy, ez volt a funkciója. És fölhívott telefonon, hogy hát megvan az első példány, ez már jó hír volt, de húzni kell belőle. És akkor a feleségem, hogy tűnődtünk, hogy hát szóval, hogy mibe lehet belemenni, mennyi húzásba, és én úgy döntöttem, hogy egyharmadnál többet nem húzom belőle. Az azért... Bementem, fogadott a pasas, és azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy három helyen kell húzni. Fölélek, három helyen, hát ez sem. Azt mondta, ugyanazt a szót kell kihúzni, mind a három helyen. Azt a szót, hogy korrupció. Boldogan kihúztam annyira, hogy nem került vissza ez a három korrupció a későbbi kiadásokban sem, mert az egész regény arról szól, ugye? Na, kiderült aztán a következő, hogy a szuperlektor döntött. Ugye akkor két kiadó volt Magyarországon igazán, kettős fél, mert a Móra is, de két igazi, a Magvető és a Szépirodalmi. Ez a Szépirodalminál volt. És a Szépirodalmi kiadónak a szuperlektora nem volt más, mint Pándi Pál. Na most, ha én ezt előre tudom, hogy ő a szuperlektor, akkor azt mondom, hogy akkor inkább a Magvetőbe viszem. Ugyanis mindenki tudta, és valószínűleg az ő fülébe is eljutott a híre, hogy a Kerengő című regényemben a Porházi Péter, az róla van írva. És Pándi Pál úgy döntött, hogy mehet. Nem voltunk semmilyen kapcsolatban egyébként. Egyszer hívott a Kritika című labba a szerkesztőnek, és mondtam, hogy köszönöm, nem megyek. Nem akartam én hatalmi helyzetbe kerülni, semmilyen módon. Inkább elbújtam egy idegen nyelvű könyvkiadóba, mint idegen nyelvű szerkesztő, és semmi közön nem volt semmi. Na, úgyhogy Pándi Pál jó voltából jelenhetett meg. Aztán nem sokkal a halála előtt egy írószövetségi közgyűlésen megköszöntem neki. Ennyi volt a viszonyunk. És attól is féltek, esetleg azért küldözgették, hogy mondjuk külpolitikai botrány is... Minden botrány, hát utólag is fölküldték, tehát már ki volt szedve, és akkor újra elküldték cenzúrára, mert hiszen két év alatt annyi minden változik a világban, meg pláne a szocialista világban, annyi minden változott, hogy akkor is betilthatták volna. És valóban hajszálon múlott, mert ez már 1980 után volt. Ugye 1980 decemberében a lengyelek ott valamit csináltak. Szoktak csinálni valamit, úgy 70-ben is csináltak, 80-ban is mindig csinálnak valamit, bennük lehet bízni, és a hajszálon múlott ez a dolog, és mégis átengedték. De ez sokszor múlik hajszálon. Azóta lengyelre lefordították? Most fordították le, néhány hónappal ezelőtt jelent meg, igen. Baromira örülnek neki. Ott voltak problémák. Támadták, ugye? Hát, enyhén szólva, igen. Lengyel ellenes cionista összeesküvő voltam évtizedekig a lengyeleknek. De most oda vannak. Hogy ők még ilyen lengyel patriótát, mint én vagyok, életükben nem látom. Komolyan. Ezt itthon nem tudom elérni, ott már elértem. Hát, jó.
igen. A befogadás változik, ugye emberileg. De fogadás. Voltam én már horvát ellenes is, úgyhogy szóval minden voltam én már az életem. Leszek is. És a csirkefe is ilyen volt. Igen, az Grósz Károly nem merte végül is betiltani, mint budapesti pártitkár, mert szóval ő már egy olyan példányt kapott, ahol ilyen piros kiemelővel az összes csúnya szó alá volt húzva. Na most, hát hemzsegtek a pirosok némely oldalakon. Ott is az volt, hogy senki nem mert dönteni. Színházi főosztály nem mert dönteni, acéltitkárság nem mert dönteni, senki nem mert. És akkor végül is valahogy kitalálták a budapesti pártitkár, hogy ő döntsön, de akkor már folytak a próbák, és akkor úgy gondolta a Grósz Károly, akit soha nem láttam életembe személyesen, hogy nagyobb botrány lenne, hogyha betiltanák, mint hogyha engedik, és akkor végül is engedték. De hát az már nem volt igazi diktatúra, hogy valóban azt azért be kellett volna tiltani. Szóval az egy olyan darab, mint egy normális diktatúra betilt. Hát de ilyet nem lehet. Csak akkor már föl voltunk lazulva. És egy ilyen műhöz, kezéshez, vagy témához, nem tudom mihez, mint az X-ek. Hogy jut el az ember? Mert mégiscsak ugye egy múlt századi, már abban az időben lengyel, szétszabdalt lengyelország történet, egy lengyel történet, és ugye valóságos szereplőkkel, akiket nem nagyon ismert senki, idehaza meg főleg nem. Persze, én sem ismertem őket amúgy. Az történt, hogy 72-ben én akkor a Corvina kiadóban voltam idegen nyelvű szerkesztő, és hát a lengyel könyvek is hozzám tartoztak. Kiküldtek 5 napra lektor cserébe, volt ilyen. És akkor 2 napot valamit csináltam Varsóba, és egy srác volt mellém rendelve, aki valamit gagyogott magyarul, de hát nem kellett, mert én akkor már elég jól tudtam lengyelül, és akkor mondta, hogy hát elutazhatunk valahova vidékre. Krakó, mondtam, ott már voltam, Gdańsk voltam. És akkor maradt Wroclaw. Jó, mondtam, Wroclawban még nem volt, és elutaztunk Wroclawba. Tam vonatoztunk, sokat beszélt a gyerek, szóval nehéz volt kibírni. És megérkeztünk Wroclawba, és mondtam, hogy hát itt van egy ilyen színház, hogy oda elmehetünk. Hát a Grotowski, természetesen, és láttam a legnagyobb előadást, illetve hát a leghíresebb előadásukat, az Apokalipszis Konfiguris című előadást, amit én nagyon utáltam. Na, ez nem nekem való színház. Nádasnak, meg Pályinak, meg nekik való színház. De volt benne egy szenzációs színész. A Richard Cseslák, hát egészen zseniális volt a pastas, ő játszotta a Jézust. Hát az tényleg lehengerlő volt. Szóval láttam egy igazi Grotowskit, úgyhogy tudom, hogy az mi fántene. És másnap azt mondja a srác, hogy hát menjünk be az Ossolineum kiadóba. Életemben nem hallottam róla. Nem mondtam. Udvarjas ember vagy, hát menjünk. Ha akarja, menjünk. És fogadott egy nálam körülbelül 10 évvel idősebb, tehát egy 30-as fiatalember, és kiderült, hogy ő az igazgató. És akkor kérdezgette, hogy mi van a mi közös könyveinkkel, Corvina és Ossolineum. Nem is hallottam róla, hogy nekünk vannak közös könyveink. Hát égtem, hát borzasztó volt. Látta, hogy abszolút nem vagyok beavatva, hogy mi történik az én kiadomba, és akkor úgy megkérdezte, hogy hát mi érdekel engem a lengyel kultúrával. Hát dráma, színház, mondtam, hát most mit mondtam volna, hát valami. És pár hónappal később a Corvina kiadóba érkezett 2 hatalmas csomagkönyv, az Ossolineum kiadó összes színházi kiadványát elküldte nekem a pasas. 56-tól kezdve. Mert akkor vitték, szóval akkor alakult, pontosabban ez egy Lembergi, Lvovi kiadó volt, hát csak azt is a népességgel együtt átvitték nyugatra, ugye? Tehát ahogy a térképen átcsúsztatták Lengyelországot keletről nyugatra, ugye az Ossolineum kiadó is átment. És hát ott álltak ezek. Mondta a Corvina kiadóba a személyzet is, hogy vigyem a francba ezeket, ott álltak a folyosó, hogy ők nem arra van a kiadó, hogy könyveket raktározzon, mondta a személyzet. Úgyhogy úgy 2-3-asával hazavittem őket. És otthon álltak a sarokba. És pár évvel később eszembe jutott, 74-ben jutott eszembe, hogy
Én unom ezt a kiadót, mert ott ilyen kettős pontokat, meg izé, meg pagináztam, hát nem jó kéziratot előkészíteni, meg idegen nyelvű szerkesztőnek lenni. Kiadtam én szlovén szakácskönyvet, meg sakkönyveket, mindenféle nyelveket, borzasztó. És nagyon jó volt a társaság, de hát úgy untam. És az úgy jutott eszembe, hogy elmegyek ösztöndíjas aspirantúrára. És Kelet-Európát választom, akkor már tudtam egy csomó nyelvet, és azt úgyse választja senki, föl fognak venni. És hát akkor Kelet-Európai Színház történet, hát nyilván mi. És bementem a magyar könyvtárakba, és kiderült, hogy semmi nincsen a Kelet-Európai Színházakról Magyarországon. Semmi. Reménytelen, soha nem gyűjtötték, nem is fogják, ma se gyűjtik. És akkor eszembe jutott, hogy a lengyelektől valamit kaptam, és fölütöttem az első könyvet, elolvastam az előszót, és elájultam. Ez volt az X-ek története. És leesett az állam, elolvastam az egész könyvet, hogy te jó ég, hát micsoda nagy téma. És akkor mondtam az Asher Tamásnak, hogy hát ez van, erre bukkantam, hogy mit csináljak. Azt mondta, hogy írjál belőle regényt, mondta az Asher, utána majd úgyis színmű lesz belőle. Kérdeztem a gazdag Gyulától, hogy miért, mit csináljak ezzel a témával. Azt mondta, hogy írjál belőle regényt, úgyis film lesz belőle. Hát így, hogy megírtam a regényt. Így történt, hát teljesen véletlen. Illetve hát ez a pasas, aki elküldte nekem ezeket. Nagyszerű könyvek vannak köztük. Szenzáció. Hát mármint akit ez érdekel. Hát mondjuk a 18. századi lengyel színház, én azt hiszem, hogy rajtam kívül még egy embert érdekel Magyarországon. Van egy ember, Király Nyina professzor, aki orosz származású és lengyeles. És ő tanította a lengyel tanszége meg mindenfélét. Tehát ő ezt még tudja rajtam kívül, senki más nem tudja ezeket Magyarországon. De nem is kell, mert nekem ez nagyon jó jön. És hát fantasztikus, hogy milyen anyagok vannak meg Lengyelországban. Ez azért van, mert a lengyelek nacionalistábbak, mint mi vagyunk. Én mindig azt mondom, hogy mi nem vagyunk eléggé nacionalisták. Tehát a nacionalizmusból, a sovinizmusból a negatívum az egyforma az egész térségben, meg mindenütt a világon. Egész Európában. Ugye franciák találták föl, és mind. A negatívum, a gyűlölködés, meg az ugyanaz. De a pozitívum, amit még eleink a 19. században gyakoroltak, amitől egyáltalán modern magyar művelődés, meg kultúra, meg irodalom lett, meg minden, meg modern nyelv. Szóval az a pozitívum a lengyeleknél fokozottan fönnáll, ők sokkal jobban tisztelik a mai napig mindazt, ami lengyel, és mindent kiadnak. A legszebb példám erre a következő. Volt egy Zsvankovszki nevezetű nagy professzor, színháztörténész. És van egy kis, nem olyan kicsi kötete, amiben ilyen kis ruhatári cédulák vannak kiadva, meg ilyen jegyzetek, meg ilyen sugó feljegyzések a 18-19. Századi Varsói Nemzeti Színházból. Elképesztő kötet, ilyen kis vackok. Csak az előszóban a következőt írja a Zsvankovszki professzor, hogy 1945-ben, amikor visszatértem Varsóba, és megláttam romokban a Nemzeti Színházat, akkor döntöttem el, hogy megcsinálom ezt a könyvet. Na most, ez a mentalitás, ami náluk megvan, és nálunk kiveszett. Mi nem tiszteljük eléggé mindazt, ami magyar. Mondok egy példát. Minden, ami magyar, azt nekünk kéne összegyűjtenünk. A legutóbbi darabom, jó darab szerintem, soha nem fogják előadni, Lénár Sándorról szól. A Mozgó Világnak a 7-es-8-as számában jelent meg most a nyáron. És többek között, ugye, hát Brazíliában játszódik a darab, és nagyon kellett volna nekem a Dél-Amerikai Magyar Hírlap című folyóirat. És a Várszegi Asztriktól kezdve, mert hát ő a tartomány főnöke a São Paulo-i Magyar Rendháznak a mai napig egyébként, hogy van-e nekik, meg mindent fölkutattam, és sehol nem találtam. És a Petőfi Irodalom Múzeumban is kutattam mindenféle levelezését a Lénár Sándornak, és ott mondta a szekcióvezetőnő, nagyon kedves nő, hogy most küldenek ki embereket, egyébként Brazíliába is, most a Fidesz kormányzat alatt,
hogy ottan a kapcsolatot vegyék fel az emigrációval, ami nagyon helyes egyébként, és hogy próbálják őket visszamagyarítani egy kicsikét, vagy segíteni nekik, hogy azért magyarabbak legyenek, mint eddig voltak. És akkor mondtam, hogy ezt is be kéne gyűjteni, mert hát nagyon jobboldali, megmondhatni náci, és hát meg kéne, hogy legyen. Hát, azt nem biztos. De mondtam, a náci is magyar. Szóval ott nincs kétség, hát az mind magyar. Azt nekünk tudni kell, mert az a magyar történelem része. Mindegy, hogy bal, jobb, akármi. És a lengyelek ezt tudják, kérem szépen. A lengyelek ezt tudják. Tehát ami lengyel, azt ők gyűjtik, és azt ők mint tényt, vagy mint művet, ha az megérdemli, tiszteletbe tartja. Mi meg nem tartjuk tiszteletbe. És dobják ki, és megszüntetnek könyvtárakat, archívumokat nálunk. Szóval ez mondjuk a lengyeleknél nem fordulhat elő, mert ők pozitíve és nacionalisták, és nem csak negatív. Na, ez csak egy, hogy könnyebb volt ezt a regényanyagot összegyűjtenem, mint hogyha ugyanebből az időszakból terveztem egyszer, magyar regényt írtam volna. Egyszer terveztem egy reformkorról szóló regényt, mert nagyon érdekes az a korszak. Reformkori Pest, 40-es évek. Hihetetlen város volt ez a Pest, hát elképesztő. Európa bordéja volt Pest, kérem szépen. Hát mert a kereskedelmi útvonalaknak a találkozása. És hát itt nem, a város falon kívül, hát nem volt tanácsos menni, mert garantáltan fejbevágták, meg kirabolták az embert. Meg. Szóval borzasztó hely volt, isteni hely egyébként. Nagyszerű hely, csak ez nincs leírva. Ez nincs leírva. Pontosabban az itteni nemzetiségek, a szlovákok, meg a szerbek leírták. De a jókaiék nem írták le. Na ezért kezdett el érdekelni ez a fantasztikus város, és akkor kiderült, hogy zároltak anyagokat, soha nem lehet hozzá, kész, ezért reménytelen feladtam. Nem lehet megírni egy ilyen regény magyarul, amit a lengyelekről meg lehetett írni. Mert ők pozitíven nacionalisták, amik mi nem vagyunk eléggé. Néha valami még van belőle. De hát ki más lenne a magyar értékek őrzője, mint mi? Hát helyettünk senki nem fogja ezeket. De az jobban nálunk politikai kérdés, nem? Hát politikai eszköz megfegyvert. Holott ez szellemi dolog, hát minden, ami magyar volt, akármilyen színezetű, azt gyűjteni és őrizni kell, hogy kutatható legyen, ezt át kéne tudni adni. És hát, ha jön egy író, és akkor talál benne valami ízét, és megírja. Úgyhogy a közönséghez is eljusson. De hát nálunk rosszabb a helyzet. Na ennyit a lengyelek javára. De akik azt a verset elővették, ugye ott jönnek, ott ők sem nagyon voltak tisztában, hogy azért az egy adi versnek a... Hát az egy mély magyar vers, hogy úgy mondjam. Hát az teljesen mély magyar vers, csak... Hát akár adi, akár német László, nyilván nem. Igen. Nyilván hát én mondjuk népi írónak tartom magamat, de ezt hiába mondom nekik, mert akit ők zsidónak tartanak, az nem lehet népi. Egyetlen egy írót ismernek el, a Pap Károlyt. Mert ő nem magyarnak tartotta magát, csak magyarul írt. De ő zsidónak tartotta magát. Az rendben van. Csak magyar ne legyen. Elmebaj. Hát ez a mi 20. századi magyar elmebaj. Ugye? Ugyanezt csináljuk a cigányokra, mindenkivel ezt csak orvosz. Úgyhogy jó, hát mondjuk ebben azért a lengyelek is, hogy mondjam, szóval jeleskednek ilyesmiben azért ők is, és azért ott is van mindenféle, ma is, természetesen ma is van ott a szélsőjobb, minden van. De mondom, ez a pozitív hozzáállás a saját történelmhez és a saját kultúrához, ez abban is megnyilvánul, kérem szépen, hogy ugye ott nem verték szét a filmgyártást. Annyira nem verték szét, hogy lengyel kézben tartották a filmterjesztést. Ennek köszönhetően, hogyha az Andrzej Wajda vagy valamelyik nagy rendező csinál egy lengyel tárgyú filmet, például a Pantadeust, ami az ő toldíjuk, vagy nem tudom mit mondjak. Hát egy olyan rangú mű, megcsinálja a filmen, akkor megnézi a lengyel lakosság fele. 20 millió ember megnézi. Nálunk valaki csinál most egy közönségfilmet, úgymond, és megnézi 5000 ember. Hát ég és föld. Természetesen. Ég és föld.
És hát ez a nagy műfaj most, hát ez jut el a néphez, nem az irodalom, hanem a tévé, meg a film. És hát ők gyártják a filmjeiket, meg a tévéjátékokat, sorozat. Hát fantasztikus. Ilyen nem fantasztikus, az a normális. A csehek is csinálják, románok is, mindenki csinálja. Csak mi nem csináljuk, mert mi valamiért újabban semmire nem becsüljük a magyar kultúrát. Majd fogjuk megint, mert nincs egyebünk se. Nincsen semmi egyebünk, csak a magyar kultúrák van. De hát nagy károkat lehet okozni ebben a pár évtizedben. Na, zárója bezárva, bocsánat. Szóba került a riport alkalmával, akkor adhat füzem idehozzá, vagy a kérdésekhez, hogy a többiek nem voltak itt. Mert máskor is szóba került már, hogy régi műveket, ugye nem csak idegen műveket, már nem magyar nyelveket újrafordítani, hanem mondjuk magyar újraírni. Hát nyelvileg hozzáférhetővé tenni, én inkább így fogalmazni. Mert hát ugye Jókai az kedvenc példám, de hát lehet másokat is mondani. Ugye Móricz Zsigmond azért írta át Kemény Zsigmond regényeit, mert azt akarta, hogy olvassák. Hát így se olvasták nagyon. De hát a gyerekeknek nagyon, hát tanárok tudják, magyar tanárok különösen tudják, hogy hát óriási megértési nehézségekkel küzdenek a gyerekek. Aki elolvasná, az is, mert tele van a Jókai latinizmussal, francia szövegekkel, meg német szövegekkel. Amit az akkori olvasók tudtak, tehát ő egy akkori köznyelven írt, érthető nyelven írt a könyveit, már az volt a cél, hogy megértsék. És ma ezeket nem érti a magyar népesség, ami nem baj, csak lehetővé kéne tenni, hogy elolvashassák, mert így soha nem fogják elolvasni, és nem fogják élvezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy ki kell cserélni a Jókait valami másra, hanem ami ma nem érthető, azt oda kell írni magyarul, de nem kell mást írni helyette. Tehát az már hamisítás, amit csinálnak, hogy Jókai nevét írják oda, és közben egy nógrádi nevű pasas ottan össze-vissza írkál mindenféle szemétségeket. Még rám is hivatkozik, amivel a hiába tiltakoztam, ugye, mert visszaérnek a nevemben. Mindenne visszaérnek, ha lehet, minden oldalon, mindegy. De szóval arról szó nincs, hogy meg kell változtatni a művet. Ugyanazt kéne vele csinálni, ahogy ezt mondtam a tévében is, ha vétlen látják, bocsánat az ismétlésért, hogy Amerikában minden évben Oregon államban van egy Shakespeare fesztivál. És oda meghívják a legjobb Shakespeare előadásokat az évadból, amelyek amerikai nyelven születtek. Tehát le van fordítva mai amerikai nyelvre a Shakespeare, hogy értsék, mert nem értik. Ez a fesztivál például erről szó. És boldogak, hogy végre értik a Shakespeare-t. Nekünk könnyű, mert a Nádasdy vagy akárki csinál egy új fordítást, és akkor mi értjük. De ők nem értik. Hát sajnos, vagy nem sajnos, hát a nyelv ilyen változik, nem feltétlenül fejlődik, de változik, és akkor ezzel együtt kell menni, hogyha azt akarjuk, hogy a mű a közönséghez eljusson. Ha nem akarjuk, rendben van. Na most ezzel semmi kár nem éri az illető szerzőt, mert az eredeti mű az ott van, az senki nem semmisíti meg. Tehát a fordítás az nem írja felül az eredetit. Ez nem olyan, mint a számítógépben, hogy és eldobjuk a változatokat. Az ott van, bárki kiveheti a könyvtárból, megveheti, elolvashatja, ha akarja. Ezzel csak segítjük, hogy értse meg az írónak az intenciót. Elég nagy író volt a Jókai, mit agadás? Nagyon nagy író, óriási pali volt. Ez sajnos nem úgy tanítják nekünk, hogy ezt tudnám. Óriási író volt. Nem azt kéne tanítani. De mindegy. Fantasztikus nagy pali volt. Ő zseniális agya volt, és hát mit tudott Magyarország. Mindent. Úgyhogy hozzáférhetővé kéne tenni. A leghosszabb ideig a fogság tartott? Nem, a Békéccsászár című darabom, az tovább tartott. Ja, az volt 17 év. Az volt 17 év. Abban mi újra és újra vissza kellett élni? Igen, mert nem tudtam megoldani a problémát. Hát körülbelül 10 évbe telt, amíg rájöttem, hogy nem szabad prózában megírni, hanem versbe kell megírni. És akkor még 7 év volt, amíg kidolgoztam azt a verselést, amiben én azt meg tudom írni. Szóval nem magától értetődő a dolog.
Tehát, és folyton azt akartam megírni, és közben írtam mást is persze, de az mind fölkészülés volt arra, hogy azt meg tudjam írni. Boldog vagyok, hogy megírtam, az életem talán legjobb műve esetleg. Soha nem fogják előadni, és nem csak azért, mert stilisztikailag is nehéz, hanem mert hát 90-valahány szerep van benne, hát reménytelen. És 66 színésszel el lehetne játszani, csak az a baj, hogy annyi sincs, ugye? 6-7 színész van maximum egy előadásom már. Mindegy, most nemrég, tavaly kiadták újra, elolvastam, és hát valami boldog lettem, hogy ezt nem én, mindegy, valaki egyszer megírt egy ilyen őrületet. Mert se előtte, se, én se, senki. És jó, hogy van egy ilyen. Ha valaki tényleg olvassa. Nagyon-nagyon jó mű. De semmi köze az én előző, meg későbbi műveimhez. Tehát egy másik ember írta. Mindegy, akkor olyan. De hát a fogság, na most ez nem úgy van. Egyrészt nem munka, sokáig nem munka, hanem szórakozás. Tehát maga az anyaggyűjtés, az ebben a 12 évben a fogság esetében be van számítva. De hát az ember orvos nagyon érdekes műveket, és élvezkedik. És egyik érdekes mű vonza a másikat. Hát közben jegyzetel a szerencsétlen író, de hát fogalma nincs, hogy mit fog ebből használni. Illetve rossz irányba megy. Egy ilyen 150 oldalnyi jegyzetet például a kompjúterbe azért vesztettem el időlegesen. Egyszer nem emlékeztem a fájl címére, ahova beírtam a jegyzeteket, és akkor már az volt, hogy ebből ugye regényt kéne írni ebből az anyagból. És nem emlékeztem rá, hogy én ezt drámaként kezdtem gyűjtögetni az anyagot, és a drámakönyvtárban voltak a jegyzetek. Amire én erre rájöttem, mert se fájl név, se könyv, semmi nem volt meg hozzá. Akkor ez volt a 12 év. Nem, szerencsére nem, szerencsére nem. Szóval, hogy más műfajban is kezdődik a dolog, de mindegy, az ember olvas baromi érdekes dolgokat, és nem tudja, hogy ebből felhasznál valamit, nem használ föl. Általában úgy a 9/10-ét nem használjuk föl. De hát az az 1/10, azt nem tudjuk kivadászni rögtön az elején, hogy na most azt kéne elolvasni, hanem minden szart elolvas az ember, és borzasztó érdekes világokra nyílik így betekintése. Szóval ez jó és szórakoztató, ez az anyaggyűjtés része. Maga a megírás az 2 év volt, tehát az már nem volt annyira hosszú idő. De Arvasi László mondta, hogy amikor a virágzabálókat írta, akkor ugye az folyamatosan jelent meg a iratokban szintén, vagy folyamatosan jelent meg, és hogy volt olyan 100 oldalas rész, amiből 10 oldal ment bele a regénybe. Igen, persze. Igen, hát ez reális. Az 1/10, igen, amit fel tudok használni. Igen. De enélkül, a háttér nélkül a dolog nem áll meg a lábán. Tehát a háttér tudásnak meg kell, hát a tanárok pontosan tudják, azért kell fölkészülni az órára. Nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz az órán. De hogyha nincs meg a háttérben a tudás anyagunk, akkor egyszerűen nem tudjuk megtartani magát az órát. Mert ide-oda asszociálunk a feled, a gyerek kérdez, mindenféle történik, és jó, ha tudjuk az egész világot. Na most az érdekes az ilyen nagyobb művekben, az marha jó. Azt én állatira élvezem. Hogy az ember megtanul egy teljesen másik világot. És ti kívülről, olyan, mintha vizsgára tanulnánk meg, ugye? Vizsgára megtanuljuk az anyagot, és 2 nap múlva elfelejtjük. De abban a 2 napban, abban tudjuk. Na most így kell kívülről tudni minden egyes műnek a világát, abban a pillanatban, amikor írjuk. Előtte megtanuljuk, és utána el lehet felejteni. Én baromi mindent elfelejtettem, addig nem is tudom elolvasni ezeket a műveket, hogy megnézem, hogy milyenek, amíg nem felejtettem el az egészet. Szerencsére rossz a memóriám, elfelejtem, ez nagy mázli egyébként, és akkor látom, hogy tehát ilyen, meg olyan, és akkor már nem az írói szándék van benne, hanem oda van írva. Na most többnyire kiábrándító, időnként meg marha jó, meg kiderül, hogy jobb, mint ahogy gondoltam. Úgyhogy az jó érzés, csak ritka. Lehet egy írói szándék, amit később felül kell írni. Igen, amíg a szándékra emlékszem, addig nem érdemes elolvasni. Ha már nem emlékszem a szándékomra, akkor már van esélye, hogy el lehet olvasni. És akkor van valami mag, mondjuk ennél is, és akkor valahogy hozzá kell találni a formát, a műfajt.
Hát az nagyon, igen, az a nehéz. Akkor az még eredetileg nincs meg. Nincs meg. Van egy kép, van egy vízió. Nekem egy kép volt meg ebből a fogságból. Egy ilyen valami, nem került bele a regénybe aztán ez a kép. De mindegy, és abból indult ez az egész. Jó, hát először írtam egy állati rossz Jézus történetet. Annyira rossz volt, hogy be se fejeztem. Mert azt hittem, hogy a Jézus szektát kell megírni. Mint ahogy mindenki azt hiszi. Tisztelet a kivételnek egyébként. Na most baromira megtanultam a Bibliát oda-vissza. Volt egy idős barátom, egy nagyszerű ember, biológus volt, úgy egyébként megvallástörténész, Kontra György, dr. Kontra György, és ő nagyon nagy biblia kutató volt, és hozzájártam tanása, neki volt egy ilyen fantasztikus fiók rendszere, cédula rendszere is. Szóval mindent elolvastam a Bibliából, körülötte íze, és azt hittem, hogy föl vagyok készülve, és elkezdtem írni ezt a Jézus szekta történetet. Egy nagyon jó ötletem volt, amivel hát a Nobel-díjat nem is, de hát millió dollárokat lehetne keresni, ha nem magyar író lennék. Az volt az ötletem, hogy ugye Jézust keresztre feszítik, és utána a szekta néhány tagja látja, hogy a szekta tagok nem bírják elviselni Jézus hiányát, és Jézus ikertestvérét hívják vissza a szektába, Tamást. Tamásnak a neve egyébként az, hogy ikerek. Ezt tudjuk. Tehát valószínűleg tényleg Jézus ikre volt Tamás. Van egy Tamás evangélium, már ki van adva magyarul is egyébként. Őt hívják vissza, hogy helyettesítse, ő legyen a föltámadott Jézus. És akkor, na ez volt az alapötlet. Elkezdtem írni, életemben ilyen rossz prózát még nem írtam. Egyszerűen a mondatok szintjén annyira hamis volt az egész, hogy elmondhatatlan. És megírtam el olyan 20 oldalnyit, 92-ben még. És láttam, hogy bűn rossz. És azt hittem, hogy kész. Éppen színigazgató voltam Szolnokon, és nagy szórezbe kerültem bele, ez nehéz volt a dolog. Azt hittem, hogy kész. Hát vége van. Hát van olyan, hogy valaki kiég, mint író, és elhagyott a tehetségem is. És akkor utólag rájöttem, hogy nem az a probléma. Hát a mondatok azért rosszak, mert a koncepció rossz. Tehát nem én lettem tehetségtelen, csak tehetségtelenül gondoltam el valamit. Sokszor van ilyen egyébként, hogy ugyanis én nem vagyok képes arra, hogy a szekta tagoknak azt a hihetetlen vallásosságát magamban felidézzem. Én 20. századi ember vagyok, és ha hívő lennék, még akkor se sikerülne. Mert a mai hívőknek a vallásossága nem olyan, mint az övék volt annak idején. Lehet, hogy vannak a világban olyan helyek. El tudom képzelni, hogy iszlám országokban még vannak olyan ágazatai az iszlámnak, ami, mert az elég közel van az ős eredeti, az közelebb van az eredeti zsidó valláshoz az iszlám, mint amit a kereszténység. Bár a kereszténység is hát tele van, ugye, hát abból van. De hogy ahogy középkori vallásosságot soha nem gondoltam ábrázolni, mert tudom, hogy én arra nem vagyok alkalmas, hát ez olyan, hogy ez nekem tiltva van, mert nem értek hozzá. Amihez én értek, az a világ, amelyikből ez a fantasztikus vallási forradalom kipattam. Mert az hasonlít a miénkre. Tehát arra én alkalmas vagyok, hogy a környezetet megrajzoljam, de nekem tilos a szektával foglalkoznom, mert azt nem tudom ábrázolni. Tehát azt kell vállalnom, amire én képes vagyok. Na és akkor kezdtem el anyagot gyűjteni, és ez teljesen... Most ez egy fontos etap volt, hogy beláttam az én korlátaimat, és hogy mi az, amire mégis képes lehetek. Na most itt sincs garantálva semmi, természetesen. Soha semmi nincsen garantálva. És hát lehetett volna ez a 10, egy néhány év teljesen hiába való. És úgy is nézett ki 10 évig, hogy teljesen... fölöslegesen gyűjtöttem össze ezeket az anyagokat, mert nem tudom majd megformálni. Azt már tudtam, hogy ez nem dráma, ez pár év alatt kiderült, de nem tudok formát találni. És a véletlen segített, hogy beugrott a dolog. Ezt valahol meg is írtam, azt mondom, a kis fogság, tehát van egy ilyen fogság szélzetekötet.
New Yorkban voltam a párommal, és 2002-ben. És mellettünk egy ilyen ázsiai, vegyes ázsiai, kubai, ilyen semmilyen vendéglőben voltunk. Nagyon éhes. Én nagyon éhes tudok lenni olykor, és mindegy, hogy csak enni van. Akkor bezúdultunk ketten ebbe a vendéglőbe, és amíg rendeltünk, jött négy hatalmas termetű New Yorki postás. Azoknak egyenruhájuk van. Az egyik fekete volt, egy ilyen nagyon vidám palik voltak, és leültek, és nem kellett nekik étlapit, rendeltek, kapál, a pincér ismerte őket. És az egyik ilyen szőkébik pali, az kiteregetett ilyen nagy beosztást. Ő volt a főnök nyilván, hogy ki, hova, mikor megy, meg mit visz, és baromi helyesek voltak. Akkor rájöttem, hogy ez a regény közege, a mindennapi élet. Erre vártam 10 évig, hogy tudjam, hogy hol, hogy milyen közegben játszom. Na most hát ez azt jelentette, hogy újraolvasni mindent, mert addig én nem a mindennapi életnek a kis apróságaira vadásztam, hanem minden egyébre. Hát ilyen iránytalanul. És elkezdtem gyűjtögetni, hogy hogy éltek, hogy ettek, hogy ültek le, mi volt az étlap. Na most ez nem olyan egyszerű kideríteni. Hát csak fél évet kotlottam azon, hogy a mezőgazdasági művelés milyen volt egy akkori palesztin faluba. Illetve palesztinai, hát nem palesztin, palesztina. Tehát, hogy mit csináltam? Ez fél évig tartott, mert én a magyar mezőgazdaságot sem ismerem, soha életemben falun nem voltam. Na most hát nem volt. Meg kell mondanom, hogy... De jó is lett egyébként. Meg kell mondanom, hogy van benne néhány unalmas rész. Ez sok olvasó unalmasnak tartja, szerintem az egyik legjobb ez a falunak a leírása, mert hát az igaz. Na most, hát állati érdekes, és a New Yorki postások indították be azt, amire én előre nem számíthattam, hogy egyszerűen ülnek az asztalnál, és akkor ott esznek, meg ide mennek, meg oda mennek, meg hogy utaznak, meg hogy ez az, amit ez a közeg, na most nem ezt ábrázolom benne, hanem valami egyebet, de hogy ebben zajlik az egész történet. Tehát körül kellett olvasni, meg írni is. Igen, hát meg kellett tanulni az anyagot. De nagyon érdekes volt, és egy csomó olyasmi derült ki a számomra, amit hát álmomban nem gondoltam volna. De hát ez, mondom, ez az előnye, az ember forrásokból dolgozik, hogy jobb író lesz általa, mint lenne egyébként. Tehát ez nem az én tudásom, ami ebben a vastag könyvben van. Ez egy kollektív tudás. Én ezt szoktam hangsúlyozni, hogy az, hogy egy szerzőnek a neve oda van írva, ez csalás. Ebben borzasztó sok embernek a tudása, tapasztalata benne van, egy hosszú-hosszú írásbeliség benne van, elképesztő dolgok vannak benne, amit én csak így összeszedek, mint ahogy a Homérosz összeszedte ezeket a jópofábnak tartott történeteket, és akkor leírta. Tehát mindenki Homérosz a maga módján, mert egy folyamatnak vagyunk most éppen a végpontján, és majd mi is ilyen táptalaj leszünk, akik jönnek utána. Tehát, hogy ez kollektív mű, minden egyes. Mi ahhoz szoktunk, hogy ezek olyan individuális műalkotások. Nem. Nem azok. Főleg a 19. század. Hát, ezzel a plágium igazából nem is kellene ezen... Nem kell. Nem. Én nagyon nem értek egyet ezzel a szerzőjoggal, ami kialakult ezzel a... és hát az internet most úgyis megszüntetti a szerzőjogot, és nagyon helyes egyébként. Mondom én, pedig a zsebemből is kihúzzák a pénzt, nem baj. Hát legyen közkincs. Hát eddig is közkincs volt, ezután is közkincs. Az író meg tartsa el magát másból. Ne az irodalomból éljen. Szerintem a művészeknek nem kell a művészetből élni. Ez egy tévedés, ez egy modern tévedés. Mindegy. Tehát legyen amatőr és dilettáns. Te művész. Különben ki van szolgáltatva a parancsolóknak, és akkor már nem független, és akkor baj van. Akár szponzoroktól függ, akár az államtól. Legyen független. Jó, hát ezt nehéz mondani, mert nem értik, de el vagyunk kényeztetve, de hát majd úgyis ez lesz a jövő. Na, elég az hozzá, hogy kollektív. A történészek, a régészek nélkül, a vallástörténészek nélkül, én ezt nem tudom megírni. Mindenki benne van.
aki élt és mozgott, és valami érdemlegeset írt erről a dologról, akkor is, ha én másképp gondolom, na de hát ahhoz meg kellett ismernem az övét, hogy én valamit egyáltalán gondoljak erről. Őrült sokan írták ezt a könyvet is, mint minden művet. De gondolom ez a felvilágosod, vagy, tehát az, hogy beugrott ott a postások kapcsán. Vannak ilyen ihletett pillanatok, azért, ilyen van. Mondjuk az előtte meglévő sok évű munka azért benne van, gondolom, egy ilyen pillanat. Benne van, persze, hát hogyha nem foglalkozom az anyaggal, akkor a postásokról abszolút nem gondolok semmit. Hát postás. Akkor nem hatnak. Tehát persze, ha kellett ahhoz sok minden, hogy bevillanjon az igazi megoldás. Mert addig annyi rossz megoldásom volt, hogy ezt sem tudom mondani. De láttam, hogy rossz. És az internet világa már szóba került, ez a szerzőre hat. Tehát, hogy mondjuk az interneten minden, akár bejutom, hogy irodalom.hu, és akkor minden a legkiválóbb szövegektől kezdve a legamatőrebb. Segít, sok esetben. Sok esetben segít. Hogy ez nem relativizálja mondjuk az internet értéket, vagy... Nem, egyáltalán nem. Hát az ugyanolyan, mint a könyvkiadás. Tehát a könyvkiadásnak, amit a könyvkiadás van, a 99%-a ponyva. Hát nem baj. Most is az. Mindig az volt. Amióta van könyvkiadás, az ott a ponyvát. És akkor van néhány jó mű, ami aztán majd fönnmarad a rostán. Az internet is ilyen. Könnyíti a kutatást, meg kell mondanom. Ehhez a Lénár Sándor darabhoz, ugye én nem tudok portugálul, de hát egy csomó anyag portugálul volt csak meg. És akkor az ember elolvassa portugálul, és a neten fantasztikus dolgok megvannak, amikhez hát még 10 évvel ezelőtt nem jutottam volna hozzá. Van egy meccs annak a darabnak a végén. Végül is a portugál szövegeit kihagytam, mert arra is gondoltam, hogy helyszíni közvetítés portugálul, és vannak ilyen szövegek a neten. De meg meccsek vannak fönn a neten, ez nagyon érdekes. Tehát Pelét lehet látni, hogyha az ember portugál lapokat, meg brazil lapokat, meg Isten. De végül is innen jött az ötlet, hogy az a meccs, és aznap, és ez egy különös, és ezzel lehetett érzékeltetni, hogy már a brazil meccs érdekli a magyar emigránsokat, és Magyarországhoz már nincs közük. Tehát az a pár év ennyit jelentett egy emigrációval. Semmi. Egy ilyen vagy észreveszi a néző, ha egyszer megcsinálják, vagy nem. Nem érdekes. De nekem fontos volt, és anélkül, hogy az interneten hozzáfértem volna a meccs eredményekhez, meg meccs leírásokhoz portugálul, nem tudtam volna megírni. Egy fia portugál szöveg szerintem már nincs benne, azt hiszem. Mert kinyírtam őket, mert nem kell, hát mi magyarok vagyunk. De hogy nagyszerű dolgokat meg lehet találni. Az oroszoknál is elképesztő dolgok fel vannak a netten. Tehát az ember orosz anyagokat kutat, hihetetlen, hogy mi van, mit vannak ottan. A magyar nyelvű net az esetleges. Hát tudjuk, hogy van ez a néhány portál. Hát van a meg.hu, ugye a Széchenyi könyvtár, amit évek óta nem fejlesztettek, és addig is teljes zűrzavarban csináltak. Ja, miért? Nincsen pénz azért? Vagy nem, erre volt pénz, csak másra fordították. El lett síborva a pénz. És hát van a digitalisakadémia.hu, amiben hát néhányan benne vagyunk, és néhány halott író is benne van, de az se fejlődik az utóbbi években, mert tényleg nincs elég pénz. És nincs rendszeresen, na most természetesen a mi kárunkra ezt megcsinálja a Google. A Google mindent fölrak, hát a Google ugye hát a Washingtoni Library of Congress-nek a teljes anyagát beszkennelik, és minden ott lesz. Az összes magyar mű ott van, tehát mi aztán nézhetjük, egy fillét nem kapunk belőle, semmit, a pausálét sem, semmit. Mert a magyar állam nem csinálta meg. Amit megcsináltak a skandinávok, meg a franciák, a magyarok nem eléggé nacionalisták. Ez megint az a jelenség, hogy nem vagyunk eléggé nemzetiek. A kultúránkat illetően. Politikai lózungokba persze, a könyv. De hogyha kéne valamit csinálni, akkor nem csináljuk. De hát így is nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni. Hát most, amióta rendszerváltás volt, ugye, és a kisebbségi területekre nem mennek el ugye a könyvek, mint a Kádár rendszerbe még elmentek.
Akkor még elmentek, akkor még küldték. Fű alatt, de küldték. Na most hát ez a rendszerváltással megszűnt, és ők szegények a digitalisakadémia.hu-ból olvassák a mi műveinket, mert egyébként nem tudnak hozzájutni. És ha átjönnek is Békés Csabára vagy akárhová, nincs annyi pénzük, hogy megvegyék, mert baromi drága. Szóval rémes, tehát a netnek van értelme, mindenképpen van értelme. Hát nekem semmi bajom a nettel. Hát legyen, sőt, hát minél inkább legyen. Ami gond van vele a nettel, az az, hogy kidobják a papír alapú műveket, és hogyha tönkre megy a net, mint ahogy tönkre fog menni, mert elég egy-két áram kimaradás, és törölnek mindent, nem lesz meg az a papírus alapú dolog, ami évezredekig remekül szolgált minket. Tehát ez az utóbbi 20-25 év, ez ki fog esni az emlékezetből, mert már nem igen van papíron. De hát erre majd rájönnek az utódok, és akkor megint papír alapú könyveket fognak fogasgatni, meg gyártani. Az Umberto Eco-nak van egy nagyon érdekes beszélgetése. Kiadták magyarul a Le Carrier nevű krimi szerzővel. Ők ketten, elég okos palik ezek, és ők ketten beszélgetnek erről a témáról. És boldog voltam, amikor olvastam, 2 éve nyomták a kezembe Miskolcon, hogy megjelent, mert már én is ezt gondolom egy ideje, és megerősítettek, hogy akkor ezek szerint nem vagyok teljesen hülye. Hogy kell a papír alapú memória. A Biblia, hát a Biblos, hát hihetetlen fontos, hát úgy maradt meg. Hát sok minden elvész, de hogyha leoltják a lámpát, meg a szerverek lezuhannak, meg akkor kész, akkor elvágják a kábel, fölrobbantják, hát ami bármikor várható, akkor nem marad meg, ami digitalizálva van, az sem. Tehát kínos. Meg az adathordozók úgy változnak, hát a kis lemezeket már nincs hova bedugni. Most már pendrive-ok vannak, és hát ilyen nagy lemez, az 1-2-es, hát ez már sem. Nincs gép, ami ezt lejátszol. Nagyon úgy tűnik, hogy a művekben, regényekben, drámákban vannak állandó témák, vagy problémák, általában társadalmi problémák, vagy a hatalom és az egyén, vagy mondjuk ennek a pszichológiai háttere. A tavaszi tárlat 57. május 1-ével ér véget, a személyes élmény is? Nem. Apám volt kint. Hát apám, regény bele van írva. Ezt tudja az ember nagy nyilvánosság előtt, nem írja le, meg nem mondja. De apám nagyon boldog volt, mert addigra sikerült megmenteni az életét. Úgyhogy boldogan ment ki május 1-ére. Én nem mentem ki, engem nem érdekelt a dolog. Anyám nem ment ki, meg ez is engem. Apám kim volt, és aztán boldogan mesélte hát ezt az önvakító kommunista szöveget. Ami, apám nagyon kommunista volt szegény, egy ilyen idealista ember volt. És amúgy nagyon okos volt a saját szakmájában, de ebbe teljesen elvakult a hit sokáig, amíg hát aztán 70-es évek elején már nem hitős, hát nem lehetett már. De akkor még akart hinni. Na, és boldogan mesél, mennyi ember volt, és megmaradt bennem, hogy aztán őrült sokan volt. Na most egyszer már érintettem ezt az 57. május 1-ét a Quartet című darabomba, ami 16 évig ment, nagyon jó rendezésben, de a Vince János, aki rendezte, kihúzta ezt a hivatkozást 57. május 1-ére. A megjelent darabban benne van egyébként. És akkor már fölhívtam Varga Jánost, a kiváló történészt, aki a filmarchívumnak a vezetője, és megkérdeztem, hogy nincs erről valami dokumentumfilm. Dehogy nem, azt mondja, hogy ne lenne, van egy dokumentumfilm. Félig dokumentum, félig játékfilm, de dokumentum részek is vannak benne, és mondom, hogy tényleg olyan sokan voltak. Azt mondja, igen, azt mondja, hát 901 millió ember lehetett ott, azt mondja, kikockáztam, mondja a Varga Jajó, 0,5 négyzetmétert számolt egy emberre, és kikockázta, amíg a feketélő tömeg látszik, és hát látszik egészen a Tököli útig. Na most a csatlakozó utcák, Damian is, meg izé egyéb utcák, azok nem látszanak, ott is lehettek azért jó pár 10 000-en.
Na most, amikor írtam a regényt, akkor megint fölhívtam a Varga Jajót, hogy hát nem lehetne megnézni. Dehogy nem, gyere be, nézd meg. És megnéztük ezt a filmet, ami most az évfordulón egyébként a neten is rajta volt. Szerintem az Inta videó meg tudják nézni. Ingyen. Ez egy nagyon érdekes film. Akkor forgatták, meg még hozzá mindenféle ilyen propaganda, éneklések, meg táncikálások is vannak. Hát nagyon tanulságos. Nagyon érdekes. Valóban soha akkora tömeg nem volt Budapesten, mint akkor. Na most hát a regényben elég ambivalens itten a leírás, hogy hányféle okból, hogyan, mint alakul. Hát érdekes. 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 Hát aztán úgy elterjedt, utána a György Péter könyvébe is szerepel ez az 57 május. Ő egészen más magyarázatot ad neki, amivel én mélységesen nem értek egyet, de mindegy, hát ő is, meg azóta ez közhelyé vált. Úgy hallom a rádióban, hogy hát 57 május elsője, mint ha nem én ástam volna elő. De hát ez szerencsére azt jelenti, hogy az ember jól működött, és hogy mondjam, közmondásos, egy csomó mondatom közmondássá vált, és akkor nagyszerű, nem kell tudni, hogy ki mondta először. De vannak ilyen közmondásgyártó írók, hát az Eszterházynak még több, hát neki rengeteg mondása vált közhelyé, és mert hát olyan jó pofa, és akkor azt lehet mondani. Tehát mindesetre ma már nem olyan nagy újdonság, de azért még az olvasókat meglepte. Öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyák közé, Eszterház. Igen. Úgy kívánlak, hogy a lábad se érje a földet. A végére ebben egy ilyen kafkai világ bontakozik ki. Hát az volt. De mintha ez olyan lenne, hogy ma is egy ilyen kafkai világban élünk. Arról én nem tehetek. Abszolút nem. Mosom kezeimet. De hát... Illetve az, bocsánat, még egy fél gondolat ez, hogy vannak bizonyos struktúrák, meg bizonyos tendenciák, amikkel nem tudunk választani. Az a lehetőség, mint csak, hogy idomuljunk ezekhez? Mármint, hogy mihez kéne idomulni. Hogy ami mondjuk 56 után kialakult, vagy bármilyen... Hát más se tett ez a nép, mint idomult a nyomorultja. Hát mit tehetett volna egyebet? Hát addigra mindenki rájött, hogy mélységesen le van a magyar nép szarva, senkit nem érdekel, hogy itt az oroszok, akár az nyomták a sódert 56 elejétől, 55-től kezdve, hogy hát küzdjetek a szabadságért, majd segítünk, meg hát eszük ágában nem úgy. Hát akkor már világ, hát akkor mit lehet csinálni? Túlélni, ahogy lehet. Tehát én nem hiszem, hogy én valaha erkölcsileg minősítettem volna akár népet, akár szereplőt. Hát mit tud csinálni a nyomorútja? Hát mit tudott volna csinálni? Hát volt alternatíva? Hát nem volt. Szegény Őrsi István nem értette a dolgot. Ugye hát ő 62-ben jött ki a bőről, jó sokáig ült benn, és kijött. És hát ő még 56-tal jött ki, hogy hát itten meg az ellenálló nép, meg a hősök, és kiderült, hogy mindenki megalkudott, és ezt soha nem tudta megbocsátani, és én őt értem, de egyszer nyilvános, és megkérdeztem tőle, hogy de mit kellett volna csinálni? Hát mit kellett volna csinálni? Szerintem a népnek az a dolga, hogy túléljen. Nem azért, mert én mondom neki, jól tudja azt ő magától is. Mert így működik az életösztön. Na most hát, hogyha ehhez kell idomulni, akkor ehhez idomulnak. Ha ahhoz kell idomulni, ahhoz idomulnak. Most mit csinálnának? Hát mit lehet csinálni? Na most ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ellenállni a gonosznak. De lehet. Csak éppen kell tudni, hogy hol és miben. Bizonyos lényeges dolgokban lehet ellenállni. Na de hát abba, hogy az ember ne kerüljön börtönbe, és őt ne verjék agyon, hát azért jobban teszi, hogyha nem vereti magát agyon a börtönbe. Mert akkor aztán már biztos, hogy semmit nem tud csinálni. Szóval, és a családja van neki, és akkor hogy neveli fel a gyerekét, meg egyáltalán. Szóval annak nincs értelme.
annak volt értelme, amit nagyon sokan csináltak, akkor is, meg utána is. Annak volt értelme, hogy az én osztályfőnököm, hát az olyanokat mondott ottan, hogy csuda, és mindig azt mondta, hogy ezt csak itt mondom az osztályba, kinek kerüljön a Váci útra, ugyanis a Váci úton volt a Bolyai gimnázium, most is ott van, csak már nem gimnázium, kinek kerüljön. Nem került ki. De hát ő azt mondott, amit akart. Szabad ember volt. Senki nem jelentette föl. Mit mondtuk? Nem jelentettük föl. Semmi, se a szüleink, senki. Boldogok voltak, hogy van egy ilyen nagyszerű ember. Tehát nem igaz, hogy nem lehet mit csinálni. És ez volt 60-ban. Hát a 60-ban még azért elég kemény. 62-ig elég kemény idők voltak. Tehát az a 6 év, az nem olyan volt, mint a későbbi Kádár korszak. Az egészen más milyen volt. Hát az olyan Rákosi korszak volt még a maga. Tovább élt a Rákosi korszak. Hát van olyan. Hát akkor még el se bocsátották ugye az ávótól azokat, akkor 61-62-ről bocsátották el az ávósokat. Tehát az a, akiről a, akikről a Moldova írta, az elbocsátott légiócőrnek. Mindegy. Tehát mit kéne csinálni? Semmit. Idomulnak. És mindenki persze a megalkuvását magának megmagyarázza, meg megideologizálja. Hát erre minden ember képes. Tehát nagyszerű módszereink vannak. Na most én ezeket igyekszem ábrázolni. Hát ez az én feladatom. Hogy ami az emberek tudatában van, hogy azt én értsem és megmutassam. Ezzel foglalkozom. De én ítélkezni nem akarok. Mert nem az én dolgom, az én dolgom az ábrázolás. Kicsit elszaladtunk az időben. Igen? Még egy bele, hát vagy szegény nép nem is kérdezhet. Ezt akartam még hozzátenni, illetve az, hogy valaki, vagy valakik, vagy kérdezzenek, mert mindig szoktam mondani az elején, most nem mondtam, ugye? De olyan szépen csöndben ülnek itt, hát fantasztikus. Hogyha van valami kérdés, akkor én elhallgatom. Mit válaszolt Őrsi a kérdésre? Nem értette. Nem értette, ő különben is utált engem. Nem igaza volt, mert jön egy nála 15 évvel fiatalabb pasas, és gyakorlatilag ugyanazt gondolja, amit ő, még le is írja, és nem szenvedett meg érte, nem volt érte 6 évig börtönben, nem ment végig azokon a borzalmakon a háborúban, nem ment végig ezen a kommunista hülyeségen, mint ő, és akkor van pofája ugyanazt gondolni, hát ez tűrhetetlen. Úgyhogy értem. Aztán később, már a 2000-es években, akkor megbocsátotta, hogy nagyon hasonlóan gondolkozunk. De addig nagyon utált. Jó, hát. Nekem nagyon hiányzik az ő publicisztikája. Mert a publicisztikája igazán nagyon tehetséges volt, és legfeljebb nem értek vele egyet időnként, de abban nagyon tehetséges volt. Hát a drámákban meg a lírában nem annyira. De jól fordított viszont. És nagyon hasznos ember volt, utána megint ő lett a dramaturg Kaposvárot, és nagyon hasznosan működött a színházban. Úgyhogy nagyon sajnáltam, hogy igen, érdekes. Érdekes. Nekem sok rosszat tett úgy személyesen, de hiányzik a pasas. Hát most mit csinálni? Hiányzik. A fiával beszéltem olyan régen, a fia az írt egy ilyen Kaposvár könyvet, most jelent meg nemrég, történész, Őrsi László, és a Kaposvári Színháznak. Hát részben az a időszak, amikor én is ott voltam, tehát engem is megkérdezett dolgokról, és aztán a későbbi időszak, és érdekes könyv. Én is kérdeznék. Igen. Lénárd Sándorról, hogy miért választotta új témául. Én nagyon szeretem őt, és két könyvét olvastam, nem is tudom, több hozzáférhetőre is. Hozzá. A humanizmus miatt, vagy a kalandok élet? Nem, emiatt az őrült sztori miatt. A Mengele sztori miatt. Hát olvastam a könyveit persze. És még Kardos G. György mondta nekem, hogy micsoda őrület volt ez a, hogy ráfogták, hogy ő doktor Mengele. Kardos G. levelezett vele, mert a Lénár Sándor fordította le a Kardos G.-nek az Abraham Bogatő 7 napja című könyvét németre.
Tehát ez volt a kapcsolat, és így ismertem. Hát nem személyesen, mert ugye nem jött haza. És ez úgy szöget ütött a fejembe, hogy micsoda őrület. És akkor pár éve, azt hiszem, a római történeteket olvastam magyarul. Nagyon érdekes könyv, főleg az első része a szenzációs. A Mussolini alatti Róma, hát Isten. Nagyszerű. És akkor úgy el is hagyta a számot az a mondat, hogy ha drámaíró lennék, akkor megírnám. De hát, mint tudjuk, nem vagyok drámaíró. És aztán mégiscsak tavaly decemberben megint beugrott, és akkor neki beszélgettem, és hát nagyon érdekes dolgokat találtam. Szerintem ez jó dráma, de az anyaga miatt, tehát én nem tettem hozzá semmit. Mindenki a saját nevén szerepel a darabba, mindenki egy embert kivéve, hát akit nem a saját nevén szerepeltettek, ő az egyetlen, de a saját neve is kétszer elhangzik a darabba, az igazi neve is. Nem ismerik Magyarországon az illetőt, úgyhogy nem érdekes, de őt nem akarom, mert vannak leszármazottak, meg mindenféle kellemetlenség, meg nem tudom mi, meg lehet, hogy nem tudják a rokonok, hogy milyen volt mindegy. De a többiek, azok tényleg értek, és hát körülbelül azt csinálták, amit csinálták darabban. Érdekes, hogy az ember öregedvén egyre jobban szereti a dokumentumokat. Lehet, hogy a fantáziám hanyatlik, de valahogy ez az epikai hitel úgy látszik, még a drámában is elkezdett fontos lenni. De hát mondjuk most éppen egy teljesen saját ötleten próbálok dolgozgatni, aminek semmilyen semmi köze nincs, úgyhogy hát, ha még az is összön. Szóval nagyon érdekes ez a sztori, hogy egy nácik elől menekülő és a braziliai őserdőbe futó magyar zsidót egy másik Ausztriából menekült zsidó följelent, hogy ő doktor Mengele. Hát azért ez nagyon jó. És gyakorlatilag ebbe halt bele a Lénárd Sándor. Egy akkor már világhírű pasas. De ezzel kikészített. Hát hihetetlen érdekes sztori. Úgyhogy hát ez érdekes volt. Én ilyet nem tudnék kitalálni, úgyhogy inkább meg is tudom. Rajta van már a neten. A mozgó világ pár hónapi csúszással mindent föltesz, úgyhogy akit érdekel, elolvashatja. Nem olyan hosszú, két felvonás ez egész. Remek regény lenne belőle. Az nem jutott eszembe, hogy regényt írjak érdekes módon. Azért nem, mert annyira dráma ellenes maga az alapja az egésznek. Annyira semmi drámaiság nincs. Tehát ő csak elszenvedi. Összesen egy jelenetben van benne a főhős. Mert nem csinál semmit, hát ő kapja a nyakába, és nem tud mit csinálni. Tehát nem cselekvő, nem aktív a főhős. És ez annyira drámaiatlan történet, hogy érdekel. Pont ez érdekelt, hogy mégis hogy lehetne színpadra rakni. Ez volt a kihívás formailag. Na, vagy próbáljuk meg. Néha az ember csinál ilyet. Hát van egy darabom, aminek abszolút semmilyen cselekménye nincsen. Semmi nem történik benne. Kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e írni egy cselekménytelen, halállal végződő, nem tragédiát. És meg lehetett, őrült sikerrel ment. Őrült siker, isteni színészek, a Honderű című darabomról szó, és semmi nem történik benne, de abszolút eset. Ezek úgy érdeklik az embert, formailag, tehát ez a kihívás, ez a művészi kihívás, hogy meg lehet-e csinálni. Mert amit mondanak, meg amit, az nem érdekes, de hogy bonyolítja az ember úgy, hogy semmi nem történik, és mégis azt higgye a közönség, hogy történik. Hát az X-ek ilyen. Az X-ek című regényben azért van ennyi cselekmény, mert nem történik benne semmi. Hát semmi nem történik. Hazajön egy öreg színész, ki van nyírva, és összesen két vacak előadásban van benne, és nem történik, és meghal. Semmi nem történik benne. Na most, mégis a cselekmény látszatát kellett keltenem. Tehát ez nem olyan, mint egy 19. századi regény.
Szokták azt mondani, hogy olyan izi hagyom, de hogyha átvennek. De azokban történnek dolgok, ebben még semmi. Pont az állóvíz, ez az áthatolhatatlan, leülepedett semmi, ez a borzó. Hát a Kádár korszak maga, ugye a középső Kádár, az van benne. Ez volt az érdekes. Ezt érezték meg az orvosok, hogy ez a változtathatatlan csend van benne, ez a véget nem érő izé, vacak. Úgyhogy az ember néha csal, hogy eljusson a dolog az orvosokhoz. Jó szórakozás egyébként, merem ajánlani, tehát hogyha úgy gondolják, hogy el akarnak menekülni a saját életükből, akkor nagyon hasznos, ha írnak valamit. Isteni. És nem a saját életüket írják bele persze, mert hát abból elég az, hanem egy teljesen másikat lehet csinálni. És az megmenti az embert. Nagyon sok bajból kihúzott engem az, hogy dolgoztam valamit, és a saját életem nem kellett annyira odafigyelni. Úgyhogy remek dolog. Igen. Még valamit mondani. Amikor a fogságot olvastam, az olyan volt, mintha egy filmet néztem volna. Annyira bemutatta a helyzetet, a kort, hogy minden megjelent előttem. Mondta, hogy szereti azokat a helyzeteket, amiből kinő valami. Na most itt van a békecsászár, aminek elmosódott az alap helyzete. Tudjuk, hogy Julius Cézár utáni helyzet, de tulajdonképpen nincs ilyen cselekménye, mint a fogságnak, viszont egy általánosabb érvényű mondani valója van. Nem? Hogy a társadalmi mozgások hoznak létre valamit. Egy ilyen reménytelen helyzetből, mondjam úgy. Igen, hát elvont a békecsászár, abszolút elvont, a fogságban meg úgy tettem, mintha konkrét lennék. Ez is csalás, kérem szépen. Megmondom, miért csalás. Valóban filmszerűnek éri meg az olvasó a dolgot, de hogyha jobban megnézzük a szöveget, egyetlen látvány sincs benne pontosan leírva. Jelezve vannak csak színhelyek, és ahhoz az olvasó a saját tapasztalataiból és a saját képalkotó képességével hozzáteszi a maga világát. És azért nincs leírva semmi, mert általában az úri szemszögéből nézik a dolgokat, és ő rövidlátó. Tehát nem is látja. Tehát elhaladnak, nem tudom, az Etna mellett, vagy akárhol, és nem látja, nincs leírva. De már láttunk, mi olvasók, ha nem az Etnát, akkor tűzhányókról láttunk képet legalább, ugye? Vagy láttuk legalább a tanúhegyeket, a Badacsony, meg ez. És akkor valami képünk nekünk van, tehát nekem csak jeleznem kell, hogy az olvasó azt higgye, hogy ott le van valami írva, és ő tényleg fog látni valamit. De az nincs leírva. És ez ilyen nem leírt képek láncolata valóban, szóval cselekménynek filmszerű lenne, és mégse látunk. Illetve pontosabban én láttam, csak azt nem akartam leírni, de hogyha az író látja, az olvasó akkor is látni fogja, hogyha nincs leírva. Ha pedig az író nem látta, amit leír, csak írja le a látványt, sok ilyen van, de ő mégse látja, akkor én se fogom látni, mert összezavarodom. És nem adja meg azt az olvasói szabadságot, hogy én képet alkossak. Ez egy érdekes mechanizmus, szóval az ember így idősödvén már ravasz lesz, és él ezekkel a tulajdonképpen ócska és triviális módszerekkel, mert ezek hatnak. Jó, hát ócska, hát persze, triviális, de ha hat, és jó irányba hat, és segít az olvasónak valamiben, hogy beleírja magát egy világba, akkor rendben van, akkor legitim. Szakmai kérdés egyébként elsősorban. Amikor ezt a prózaírói pályát, hogy úgy mondjam, kezdtem,
akarva akaratlanul, akkor még fogalmam nem volt róla, hogy ezt kell csinálni, vagy ezt hogy kell csinálni. Sejtelmes sem volt, és nem is lehet azokat a rémséges dolgokat látni, amiket aztán szerencsére nem publikáltam. Békecsászár. Igen, a békecsászár, az nem ismerik, rengeteg, tehát ott van egy világháború utáni helyzet, amikor teljesen le van rombolva egy város, és akkor ugye a túlélők jönnek elő, senkinek nincs saját neve, mindenkinek én adtam valami latin nevet, amit nem is lehet feltétlenül, aki nem tud latinul, nem tudja, hogy az mit jelent, nem baj, és jönnek ezek a mindenféle emberek, és mondják a maguk hülyeségét. És mindenki mondja a maga tapasztalata, vagy a maga vágya, vagy izé, vagy hazugsága, és ebből a nagy kavargásból egyszerre kezd összeállni egy társadalom, mert ez egy teljesen atomizált, szétvert társadalom, amivel indít a darab, és kezd kiemelkedni ebből a társadalomból egy alak, tulajdonképpen egy színész, aki a Shakespeare Julius Caesar darabjának a paródiáját játsza ott ebben a képzeletbeli Rómában, és ráfogják, ráértik, hogy ő Augustus, vagyis a méltó, aki. És lesz belőle egy diktátor. És kész. És még nincs semmi, épületek nincsenek, de a darab végére fölépül egy alapvetően hazug, gyilkos, de működő társadalom. Erről szól a darab. És hogy ez így szokott lenni. Hogy mindig egy hazug társadalmat építenek föl, épít fel a sokaság, és kialakul egy ilyen egyszemélyes vallás ebből a rengetegféle vallástöredékből. Nagyon sokféle valóban ókori vallást használok ebben a darabban. Ezek a vallások, ezek a druidáktól kezdve minden van benne, ez a hitvilág, ez a korabeli szerzőknél megvan. Tehát ennyiben realista a dolog, hogy azok a hitek létező hitek voltak akkor, amikor ugye jött az Augustus, de egyébként az egész nagyon elvont. Én látom, tehát én látom magam előtt azt a fehér romokból álló díszletet, ahol ezek a toprongyos alakok ottan eltűnnek, bejönnek, ágálnak egy kicsit, megint eltűnnek, esetleg agyba főbeverik egymást, leszúrják egy. Szóval mindenféle történik, és ebből a kavargásból egy második éjszakai felvonás, a szertartások sötét felvonása után lesz ez a hazug császárság. És úgy lesz császárság, hogy egy csomó embert a föld alá száműznek, és betemetik, és kész. Tehát anélkül nem megy, hogy valakiket ki ne írtanának. És akkor lesz Pax Romana, akkor lesz béke, ha már a hazug társadalom működik. Ennyiben általános, mert hát én még nem láttam olyan társadalmat, amelyik ne lett volna hazug, de olyat már láttunk, amelyik működött egy darabig. Úgyhogy mindegyikre ráértettem. Igen, én ebben láttam, az általános volt, tehát én nem csak arra a bizonyos romai helyzetre vonatkozik. Abszolút, hanem elvont, igen. Igen, hát ez egy ilyen századdal arrébb is lehet csúsztatni. Egy világdrámát akartam írni, ez egy romantikus fogalom, hogy világdráma, és valóban a 19. században írtak ilyesféléket. Hát legközelebb ehhez az ember tragédiája áll, így úgy műfajilag tulajdonképpen. Nem olyan, totál másképp van megoldva, de a szándékában. Meg még van egy magyar darab, ami aránylag közel, kettő van. Az egyiket azt láthatták, az az Oktopusz, a Vörös Sándornak a Szent György és a Sárkány. Hát ugyanerről szól, hogy valakiről beszélnek, aki nincs. Csak én fordítva oldottam meg, ott kiderül, hogy nincs az illető, akiről beszélnek, nálam pedig az illető, aki nincs, abból lesz a császár. De ugyanarról van szó. Tehát a nem létező szerepbe beletrafál egy ember. Illetve hát a szerep előbb van meg, mint ahogy az ember. Tehát ott van a luk, csak valakinek bele kell ülni. Van egy érdekes darab, a Csepregi nevezetű magyar drámaíró, aki a Piros Bugyalárist meg a Sárga Csikót írta, ezek népszínművek. 1860-as évek, írtozatosan tehetséges ember volt. Hihetetlen tehetséges ember volt.
Csak sajnos a 30 éves kora körül meghalt időbajban. Pech. Neki van egy Vízözön című drámája, hát a Néró történet. 5 felvonás, verses dráma, elő kéne adni, mert szenzációs darab, csak hát nem ismerik, és hiába ajánlottam mindenkinek. Mondjuk játsszák a Piros Bugyolános meg a Sárga Csikót játsszák, ez nekem köszönhető, mert a Szőke Pista Kaposvárot emiatt rendezte meg, hogy én mondtam neki, hogy Csepregi, olvasd már egy, és attól kezdve játsszák. De tehetséges népszínűíró volt, de mondjuk ez egy világdráma. De utána már nem nagyon írtak világdrámát. Van egy ilyen világdráma szerűsége a Szomori Dezsőnek. A Nagyasszony című dráma. Nagy botrány volt körülöttem, a Nemzeti Színházban mutatták be, és hát nem szerették. Már akkor sem, még az első világháború előtt. Akkor se szerették, hogy egy zsidó ne írjon a magyar történelemről, meg mindenféle volt akkor. De még nem igazán. De, és bemutatták, ugye? Abban van, az ilyen császári őrületbe helyezi a dolgot. Érdekes. Nem szokták játszani, mert nem realista jellegű mű. Az is elvont, és rengeteg szereplő, és így gomolyognak ezek a lelkek, és érdekes. De hát a magyar dráma nem az ilyen avantgard vonaláról ismert. Az gyenge a magyar drámában. A lengyeleknél sokkal több van. Tehát nyilván az is vonzott engem a lengyeleknél, hogy ott aztán gyártották ezeket a világdrámákat Dögivel, és jókat is csináltak köztük. Tehát sok bátorságot merítettem én a lengyeleknél. Az oroszok is csináltak a századfordulón néhány ilyet. Leonid Andrejevről furákat gondoltak. Szóval érdekes agyuk volt nekik is. De hát... És vajon a Lénárd darabot be fogják mutatni? Van rá remény? Nem sok. Jó, hát egyrészt sok a szereplő, sok színész kell hozzá. Hát másrészt meg mindenki megkapja benne a magáét, az a baj. Tehát nácik, zsidók, oroszok, amerikaiak, izraeliek, németek, mindenki. Borzasztó, hogy mit írok benne. És mindenki. Júj, de rémesek. Jaj, de rémesek. Úgyhogy nem fogják szeretni. Semmelyik oldalon nem fogják szeretni. Már mit csináljuk? Utálni fogják. Vagy ha nem mutatják, akkor nem lesz rá lehetőség. Nem, akkor nincs rá lehetőség, mert olvasni általában az utálkozók nem szoktak. Úgyhogy igen. Ez az én szerencsém. Hát hihetetlen, hogy mikbe bele lehetett volna kötni. Hát csak a feleség versenynek a felét, igen. Hogyha idézik valahol a neten, kinyírni. De nem olvastam. Mert az hosszú. Még az is lehet, hogy tetszett nekik. Találkoztam olyanokkal egyébként. Még szélsőjobbról is, vannak nekem szélsőjobb olvasóim, meg mindenféle van. De milyen jó. Tehát nem úgy van. Nem úgy van a dolog. A legmulatságosabb, mert ezzel befejezem, jó? A lengyelek, akik hát sokáig engem hetszálba borzasztóan nyírtak, furtak a világban mindenütt. És pár évvel ezelőtt kiadták a Messiások című regényemet, ami hát mégis az ő nagy nemzeti költőjükről szól, kicsit másképpen, mint kéne. Mickiewiczről van szó. És hát nem sok erotikus jelenet van a könyvben, de azért van egy. Mickiewicz meg az ő szerelme. Nem a házastársa, hanem az ő szeretője, és ottan hát csinálnak valamit. És van egy derék jobboldali lengyel újság, ez körülbelül olyan Magyar Nemzet és Magyar Hírlap között áll, úgy ideológiailag a lengyel újság. Látom a neten, hogy írtak róla. És vastagon, ugye a kopfban, az előjáró beszédben, a cikkben, szó szerint idézik ezt az aktust. Na gondolom, hát kész, régen van, jönnek a lengyelek, meglőnek. És a következőt írja maga a kritikus utána, hogy Istenem, hogy bárcsak így tudtak volna a mi nagyságainkról írni a lengyel írók, és csodálatos... És agyba főbe dicsér. Őszintén.
Hát érdekes. Azóta is imád az a lap, jobb, teljesen jobb oldaliak is. Nem zavarta őket, hogy a Gazetta Vigorcsa is dicsért, és nagyon szeretik. Hát nem lehet ezt igazán kiszámítani. Semmit nem lehet kiszámítani, hogy kikben, hogy él, micsoda. Érdekes. Jó, hát erre szoktam mondani, hogy szerintem a Gárdonyi Egri csillagokja mellett lesz még egy ilyen ifjúsági regény Magyarországon 56 év múlva, amikor ez az őrület elmúlik, a Kertész Imrének a sorstalansága. Az ifjúsági regény lesz. Kamasz a főhőse, a szereplők nagy része kamasz, az ő kalandjaik, kalandos, mindenféle szélsőséges dolgok történnek velük, és magyar. Hát ott magyar alaptípusok vannak leírva. Nem is olyan hosszú, mint az Egri csillag, végig lehet olvasni. Ifjúsági regény lesz, csak ennek a hülyeségét el kell múlnia, elmúlik, azt se fogják tudni, hogy miről vitatkoztak. Senki nem fog érdekelni. Hát tudjuk mi, hogy ott a Mikszáth művek körül, meg a Jókai körül milyen csatározásokat, vagy Petőfi körül, hogy ki mit mondott, kit érdekel? Érdekte. Nem, semmi. Ha a mű elég jó, akkor megmarad. És ifjúsági regényezben. Hát maguk még megérik, én már nem fogom megérni, de maguk még meg fogják érni 50-60 év múlva. Legyünk optimisták. És akkor engedjük át a terepet a dedikálásnak meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Igen. Gulyás? Igen. Igen.